6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek, és elnézés az egy oktával lejjebbi hangomért. Jó reggelt, Laci, hello. Jó reggelt, sziasztok. Szia, Gyuri, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Neked van fáradt arcod, nem nekem? A tegnapi napom az ilyen nagyon-nagyon fárasztó volt, és rossz volt az éjszakám is, tehát most nagyon várom már. Fárasztó volt a tegnapi napod, hát nem is voltál itt? De én mondtam a híreket. Te mondtad a híreket. Aha. Igen, ez igen. Nagyon fárasztó. Jó. Oké, de jó, nem csak látszik. Igen, igen, én nem vagyok most annyira toppon. Kérdezd meg, én hogy vagyok? De hogy vagy? Oké, hogy te nem vagy toppon, de én hogy vagyok? De én hogy vagyok, igen. De te nem tűnsz fáradtnak. Nem, semmi nem nincs. Semmi. És még azt érzem, hogy a hangom sincs normális. Én is. Ezt érzem. Gyuri, akkor Bocsi, felkészült, hogy egy ilyen születésnap után ő lesz itt a legfáradtabb, a legkeményebb, és most elvetted tőle. Igen. Nem akartam. Titkon reméltem, hogy küldötök egy üzenetet holnap, vagy tegnap. Azaz, hogy nem jövünk ma sem? Nem lehet azért itt a lustaság nyálkás csiganyálán csúszkálni. Anett lesetette a telefon, csak nézte. Anett itt a másik szobában brékel a lustaság nyálkás csiganyálán. Igen. És el is csúszik. Hát jó fáradtságot, Anett. Na jól van, gyerekek, igen, mindenki érdeklődik, hogy milyen volt a buli. Olvasom az SMS-eket, ezekről beszélünk róla. Szevasztok Pajtik, szevasztok rosszak. Igen. Esetleg lehet tudni, hogy mikor lehet venni jegyet a bulira Laca Biáról. Laca, még nem tudjuk. Fogalmunk sincs, de időben fogjuk mondani, hogy május 22-én lesz a buli. Aztán jó reggelt, Bocskor Tím, remélem jól sikerült a buli, és áram is van. Amikor ementáli van, öcsi a kamionos barátom a rajongói csoportban mindig összeírja az évfordulókat, ahogy Anett szokta. Oh. Az egyik tegnapról, 1948-ban született Steven Tyler, amerikai zenész, zárójelben Aerosmith, a Repülj főni című szám előadója. Oh. A nagy klasszikus. Kán 9 fokos, a nagy kozári fuvaros. Igen, drága Steven testvér. Aztán főni, ez a fejes haverod nem nagyon fogod szót neked. Jól bejelentkezett a szülinapi partiról, csodás szerdát mindenkinek. Megengedtük neki, Tonyó, tehát mondtuk, hogy oké. Okay. Tehát, hogy nincs vele baj. Jó reggelt, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy hétfőn ott lehettem veletek, egy kicsit örök emlék marad nekem, Fati. Fati. Hát igen, és az a gyönyörű Legóból kirakott óriás Bocskor logó, amit kaptunk 60-assal. Tegnap Anett kitette a Facebookra, de egyébként nem tudunk vele betelni tényleg. Annyira kreatív, annyira jó fejek vettök. Gabi bátyám, jó reggelt, végre nyugodt, fagymentes éjszakán vagyunk túl, az elmúlt hajnalokat füstöréssel töltöttem a banán ültetvényem védelmében, de úgy tűnik a fagykárok nélkül. Úgy tűnik, fatkárok nélkül átvészeltük a tavasz. Szuper, McLaren-es. Nem lesz már semmi. Ja. Jó reggelt, Főni. Fejes barátod kirakott egy rövid videót a szülinapodról. Jól sikerült? Az 5 literes Sauvignon Blanc elfogyott, Jóci a bordile. Nem. Hát nekem az a gondjaim lesznek majd. Hát ezt nem vittük oda, hát ott volt. Mesélj, tudunk majd segíteni? Nem hiszem, hogy tudsz segíteni, nem. Gyuri. Nem, tudsz majd segíteni. A helyzet az, hogy azt a palackot, hogy rakott be bármelyik forgalomban lévő hűtőszekrénybe. Az jogos. Tehát sehogy. Nem baj, Csabi vesz egy hűtőt. Nem, ez tényleg fejtörést okozott, és akkor valami ilyesmit találtunk, hogy egyszer egy ilyen nagyobb partin kibontjuk, és vannak ezek a boros karaf izék, tudod, ez de a... Dekantáló, vagy mi? Dekantáló. Nem dekantáló. Nem, ezek a literesek, amit az olaszok szoktak kirakni üvegből. Kancsó az izé. Kancsó az. Na mindegy is, és akkor azokba így kitölteni, és azokat lehűteni, ez tud lenni egy irány. Az jó, vagy a medencében maximum, de az se lesz olyan ideg. Nem, hát az nem lesz olyan ideg. Ne viccel, kiiszik 30 fokos bort. Jó reggelt, Bocskor Gábor, másnap ez, mint a többi. Ez egy különleges nap, mert Magyarország egyetlen ikonikus showmenje ma 60 éves, ez tegnap előtt volt. A magam és kollégáim nevében szeretettel köszöntük, amennyiben késve érkezne meg az üzenet, bocsi. Tudod, ez nálunk gyakran előfordul. Maradunk hűhallgatóid. 2. Magyar Államvasutak, Lufthansa, Magyar Posta, csomagkézbesítés, Wizz Air, Ryanair, City Taxi, Teleő Taxi, 6-szorat taxi, főtaxi, kivéve az Ubert. Szép munka. Micsoda csapat. Vicces. Szevasztok Pajtik, szevasztok rosszak. A fejes Tomit úgy megfenyegettétek, hogy tényleg nem szivárogtatott ki semmit a szülinapi buliról. Jó reggelt, 82-es ja. Gabi. Jó, csak nehogy az legyen a vége, hogy mi meg kiszivárogtassuk, hogy a fejes Tomi vonatozás szervezet. Ó, ne.
Van egy jó videónk. Ő volt elől? Igen, azért. Az a fejes vonat volt bizony. De mi ez, szerelem vonatra, vagy mi volt? Nem, más volt, éppen kiné volt a hangszóró, nem tudom, a fejes elől aztán mást énekelt, mint énekelt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, és mi hátul valami tök más. Na mindegy. Jó, gyerekek, ami noszvajon volt, az noszvajon marad, és nem szivárogtatunk ki semmit. A Tominak ez meg lett engedve, hogy azt az aprót, azt ő kitegye. Jó, jól vagyunk, igen, egy oktával lejjebb van a hangom, és... 8-ra már rendben lesz. Igen. Persze. Okay, leszek? Persze. Na, akkor lesz fél oktáv. Elkészült a reggeli, úgyhogy biztos majd jó tesztek. És akkor siessünk. Igen, siessünk. Időjárás jelentés Anettől. Azt mondja, gyökeres változáson megy át az időjárás, ezt mindenki megérzi. Ma és holnap még meglephet bennünket egy-egy zápor, és a szél is összeborzolhatja a hajunkat. Oh. De a hosszú hétvégére szép napos idő várható, néhol 25 fokkal. A front érzékenyekre nehéz napok várnak. Hajnalka névnap. Ma van a színházi világnap. Célja, hogy felhívja a figyelmet a kultúra fontosságára, tisztelegjen a színészek és a színházi dolgozók előtt. Éljenek ők. Aztán 61 éves Quentin Tarantino, kétszeres Oscar-díjas amerikai filmrendező, Ponyvaregénye Alkonyattól Pirka Dati, Jackie Brown. Ja. Ezek a filmjei. Igen, és még sok más. Igen, 54 éves a mai napon Mariah Carey. Mm. Oh. 53 éves David Coulthard, skót autóversenyző. Igen. 1513-ban ezen a napon fedezték fel Floridát. Na, mesélj, ki volt az? Egy spanyol, de nem az utálatos spanyolunk, hanem egy másik, egy, nem tudom, nagyon hosszú neve volt, és úgy éreztem, hogy... Hogy ezzel nem kell ide. Nem kell lesz ide, igen. Egy spanyol hajós. De mit kellett ezzel nagyon felfedezni? Ez ott volt. Tehát, hogy úgy értem, hogy nem egy sziget. Elfoglalt. Hát az csak le kellett volna menni Chicagóból délre. Igen, de hát ezt csak 1500 nem tudom hányba ugrotta meg egy tehát hajós. Tehát a chicagóiak nem is tudtak Floridáról, de ez a hosszú nevű spanyol felfedezte? Bizony, nem tudtak róla. Van ez ott, ez a kis csücsök lent. Okay, és 1871-ben ezen a napon rendezték az első nemzetközi rögbi mérkőzést Anglia és Skócia között. Skócia 4-1-re nyert 4000 ember előtt. Az igen, az egy jó sport a rögbi. Igen, te mondtad, hogy szereted, nem? Hát mert múltkor, amikor Írországban voltunk, akkor volt azt hiszem a nagy Írország-Anglia összecsapás, tele voltak a kocsmák, az írek nyertek, nagyon jók most az írek, és tök jó a játék, mert én ezt most tudtam nagyjából, hogy a szabály az, hogy előre kell vinni ugye a labdát, de csak passzolni, csak hátrafelé lehet. Aha. Tehát, hogy ez szerintem tök izgi a dolog. És az amerikai futballban lehet előre is passzolni? Lehet, nem? Lehet előre is passzolni, igen. Ott azért, igen, amerikaiasabb, egy kicsit látványosabb az ütközések, meg minden a szabályrendszer is. Hát igen, csak arra mondják, hogy na, azok felszerelik magukat sisakkal, meg védőráccsal, meg nagy, ki vannak. Hát kell is, tehát olyan ütközésekkel elnézést. Hát igen, csak erre mondják, hogy a rögbi meg ott, ők keményen a férfiak egymásnak feszülnek, meg ütköznek. Ez is így van, de hát ott látod, hogy röpködnek a fogak a fűbe. Hát igen, de hát ez nagyon helyes, maga végén nyilatkoznak, hogy nagyon jó volt, mert a másik filmben kizzel fáhaftunk. Amerikaiak szeretik megtartani a fogaikat. Hát sokba kerül. Na, jó, nézzük, Eger 3 fokos és 14 lesz, és napsütés. Tihany 6 fokos, 16 lesz a csúcs, és napsütés. Calgary mínusz 3 fokos plusz 6 lesz napsütéssel. Gyula 4 fokos, 17 lesz, és napsütés. Budapest 6 fokos, 18 lesz itt a csúcs, és ugyanúgy napsütés. Na, milyen egy helyes összeállítást találtunk, gyerekek, képzeljétek arról, hogy vannak szavak, amelyeket mi a hétköznapi nyelven használunk különböző dolgokra, tárgyakra, stb. Uh-huh. És ezek nem is a valós elnevezése azoknak a tárgyaknak, vagy dolgoknak, hanem ezek márkanevek. Csak annyira átmentek a köznyelvbe. Uh-huh. Mondok egy példát, Szilvia, add ide a Szilviát. Mármint, hogy tehát adj egy Szilviát. Valami csöpög, adj egy Szilviát. Vagy valaki elcsöppent, adj egy Szilviát. Én nekem azt, hogy Gyuri mondta, én nem tudom ezzel annyira azonosulni, mert azt hittem, hogy ez egy ilyen prostit dolog. Ja, slang, ilyen tőle. Igen, csöpög, adj egy Szilviát. Igen, csak, de nem csak csöpög és a Szilvia, ami egy papírtörlő. Papírtörlő. Nehéz kimondani. Tehát szinonimává vált a márkanév a termékkel. Igen. Tehát gyakorlatilag nincs már más neve igazából. Hát valószínűleg, amikor egyfajta termékből, nem tudom, van egy márka, ami egyébként úgy nagyjából uralja a piacot, igen, annyira az ember úgyis most mit nevezgessem, hogy de egyébként nem mindegyik, de tényleg a németeknél is például, hogy a Tempó, adj egy Tempót, az a papírzsebkendő, azon márkájú papírzsebkendő, tehát ők a papírzsepire nem is mondják, hogy az papírzsebkendő, csak Tempó. Uh-huh. Akkor is a tök más márkájú.
teljesen mindegy, hogy ezek szerint minden nyelvben működik, és nálunk mint kiderült, nagyon sok van. Tehát ezt ugye hétfőn megdöbbenve láttuk. Hát gyerekek, olyanok vannak itt, mint a Nescafé, az meg külön egy szép szóalkotás, de a Labello, a Jacuzzi, nem is gondolnátok, hogy a Jacuzzi is egy márkanév, és nem. És ezeket majd egy picit sorra veszük, megnézzük. Megnézzük, hogy azzal, hogy ez a márkanév leuralta a köznyelvet, van-e egyébként erre valós magyar szó? Aha. Hát igen, mert ha egy tárgynak van egy rendes neve, amit meg tudsz venni a boltban, akkor miért a márka néven hívod? Nem is ez a lényeg, hanem hogy van-e neki? Uh-huh. Van-e neki eredeti neve? Tehát itt kerestünk egy párat, vagy csodálkozni fogtok, hogy a kuka. Azt hiszitek, én azt hiszem, esküszöm, azt hiszem, ez egy magyar szó. Az egy klasszik magyar szó. Esetleg valami becézés, rövidítés valahogyan, igen. De hát nem. Szóval ezeket majd szépen egyenként megvizsgáljuk, nagyon-nagyon szépek vannak köztük, és tényleg az ember nem is gondolná, és megnézzük, hogy van-e mögöttem magyar szó, vagy teljesen kitörölte. Tehát, még egy német példát mondok, csak azért, hogy ne a magyarokat lőjük le, hogy a cellux, ami szerintem szintén egy olyan szó, ami, de ez az átlátszó ragasztó szalag, igen. Ez a németül ugye a legelterjedtebb márka, a téza. Aha. És ők csak tézát mondanak erre. Aha, adjál már egy kis tézát, oda rakasztanám rám ezt a... Így van. De nem semmi más. És szerintem nincs is rá szó. Mert ragasztószalag van, de hát nem mindegy, hogy milyen ragasztószalag. Bizony. De hanem az átlátszó, amivel a papír dolgokat szoktad ragasztani a fényképbe, az albumot, a nem tudom, össze, becsomagolni szoktál vele karácsonyi de ajándékokat. De nem is használják, hogy cellux ezt a szót. Nem, szerintem az magyar. Szó. Szerintem ez is egy márkanév amúgy. És szerintem ez is magyar. De nem tudom, szerintem ez is magyar szó. Nem mondod azt, hogy átlátszó ragasztószalag, mire végig nem. Mondod ezt, addig azt de a cellux nem egy nemzetközi szó szerintem. Szerintem azt hát a magyaroknak... olyan a hangzása. De szerintem az egy magyar márkanév. Nem tudom. Ennek is még utána kéne nézni. Na jó, ezeket majd szépen boncolgatjuk. A másik gyerekek, ez hihetetlen volt ez a történet. Januárban történt, ugye? Igen. Januárban volt Indonéziában az egyik légitársaság, kedves neve van, Batik Air. Az egyik légitársaság repült valahonnan Jakartába. Ez egy ilyen 2 óra 40 perces út. És csak utólag derült ki, hogy... ugye ott fedélzeten nyilván tele utasokkal, ez egy Airbus 320-as volt, hogy mind a két pilóta aludt egy ilyen bő fél órát. Jaj, de helyesek. A gép meg csak úgy ment magától. Hát mert ezt tudják ezek a gépek. Mi a baj? Semmi baj. Hát hogyha a 2 óra 40-ből... Ezért nem lesz ez hosszú ez a téma. Semmi baj. De mégis felvet egy kis aggodalmat. Most ott ülsz egy gépen, mit tudja, hány ezer méter magasan, és tudod, hogy szundikál mindkét pilótád, akkor azért nem vagy nyugodt, nem? Hát nem igen, vagy nyugodt. Azért olyan már egy repülőgép, azért látjuk ezeket a dokumentumfilmeket, a Nat Geo, meg nem tudom, olyan annyi gomb van abban a fülkében, hogy szerintem biztos be lehet programozni ezeket, és néha az ember azt gondol, a gépben azért jobban bízok, mint az emberben. Lehetsz is biztos a gépben, nincs ezzel semmi baj, és egyébként tökre igazad van. Tehát ezek a gépek, ezeket úgy be tudod programozni, hogy nem kell hozzányúlni, ha nincs változás a légtérben, nem kell nagyon hozzányúlni leszállásig. Hát igen, jó, de most ezt is... Az nagyon unalmas, a pilóta vagy. Hát azt elhiszem, de az, hogy fél órán keresztül nem tudtak rádiókapcsolatot teremteni velük a földről, már pedig valószínűleg valamiért akartak velük dumcsizni. Azért, Gyuri, mert állandóan van valami változás. Tehát ugye elindulsz egy repülőtérről, fölszállsz, akkor ott rádiózol, akkor attól elbúcsúzol, akkor bemész egy légtérbe, akkor elmondod, hogy én itt vagyok, jaj, de jó, hogy itt vagy, mondják neked. Aztán elhagyod a légteret, mész egy másikba, jaj, de jó, hogy itt vagy, szia, itt vagyok. Jó, most ne arra menj, amit mondtál, hanem menjél 15 fokkal odébb. Jó, oké. Ja, bocs, a magasságodat most egy picit csökkentsük, nem tudom, 6700 méterre, mert jön szembe egy Alfa Jet. Tehát most mondom olyan hülyeségeket. Nem elhanyagolható információkat. Igen, de ugyanúgy szólnak az Alfa Jetnek is, hogy jön a te, tehát hogyha te nem térsz ki, őt kitérítik igen. Onnan. Jön az alvó pilótás gép, tér ki te. Igen, gyerekek, ti egy Airbus vagytok, ott jön szembe egy Alfa Jet, döntsetek. Játszatok egymás között. Meg, jó? Szóval ezért van az, hogy azért a rádiókapcsolatot jól tartják, mert állandó változás van a légtérben. De itt ugye őket hívták, nem reagáltak, meg minden. Nem volt nagy pánik, de utólag azért ki akarták deríteni, hogy mi van. És a helyzet az, hogy elaludtak. Tehát ugye ott van egy kapitány, és van egy úgynevezett első tiszt, amit úgy hív a köznyelv, hogy másodpilóta. Igen. Az első tisztet. És ketten vezetik a gépet, a kapitány nyilván a nevéből adódóan a főnök. Ja. De van joga aludni.
Én vagyok a kapitány, én alszom. Nem, de én vagyok az álmosabb. Kérdés egyébként, ezt is biztosan tudod, hogy van joga aludni? Mert hát munkaidőben mi a túróért van joga aludni amúgy? Nem vagyok benne biztos egyébként, de azt gondolom, hogy hosszú utakon, tehát mit tudom, egy 8, egy 10, egy 12 órás repülő úton van ilyen, tehát egy London-Peking, azt szerintem lazán van 12 óra, és ott is ugye két pilóta viszi a gépet, szerintem felváltva ők alszanak, sőt, ha jól tudom, van is olyan alvó helyük nekik, ahol lefeküdhetnek egy picit, és akkor addig a másik viszi a gépet. Szép. Igen. Mondjuk semmit nem kell csinálniuk tényleg, mert amikor azért felszálltak, akkor onnantól kezdve beütik a kis útvonalukat, megy a gép magától. Ez már egyszer elmondtad, Laci. Elmondtad, hogy miért nincs így. De haragudj, ez egy 2 óra 40 perces út, aki nem bírja a munkájában 2 óra 40 percet ébren eltölteni, az alkalmatlan. De és ha az a pilóta az én szülinapomon volt előző nap, de akkor másnap tisztes. Hát, kérje szabad nap. Fel se engedik a gépre. Ott van egy kis csekkolás előtte, akkor nem lesz repcsizés. De ti is ültetek autóban, és ott bebumbiztatok a hátsó ülésemmel. Monoton volt minden, nem? Hát az első ülésen is. Persze, mondjuk én azért adatív tempomatnál sem mernék még az első ülésben aludni, de... Na mindegy, az, hát figyelj, jó, oké, de emberi dolog, tehát ugye halljuk, hogy utakon azért is történnek olykor balesetek, mert elaludt a sofőr. Uh-huh. Olykor kamionsofőr, olykor buszsofőr, ezek a rosszabbak. És aztán valamikor személyautósofőr, és elaludt útközben a monotónia miatt. És ez, tehát nem vagy egyáltalán álmos, de egy ilyen monoton helyzetbe kerülsz, és 5 perc alatt beálmosodsz, elő tud fordulni. Igen, kérdés, hogy van erre egy protokoll, mondjuk, amit ilyenkor, ha érzi magán a másodpilóta, hogy most már azért valami alakul, akkor mondjuk, hogy csináljon meg, tudod, hogy ne kerüljön ilyen helyzetbe. Igen, tehát a kapitány azt mondja, hogy én most álmos vagyok, akkor Fritz, vezesd a gépet, jó, és akkor elalszik. És akkor Fritz is elkezdi, az ő is álmosodik. Most mit csinál? Rázza fel a kapitányt, hogy mégse aludjál, mert most én... Mert csináljunk guggolásokat, kocogjon a gépben föl le. Azt mondják, hát a gyerekek már a Volkswagen megoldott, hogy a kis kávécsésze fölvillan a izén, meg pittyeg. Na, látjátok, ezért kell erről beszélnünk, és tudjátok, hogy nekem van egy nagyon jó barátom, ő volt az én repülő oktatóm, egyébként ő egy Boeing 737-es kapitány, oktató és a Smart Wings légitársaság főpilótája, Szakács Gábor. Na, ő lesz az, akit megkérdezünk erről, hogy mi ilyenkor az eljárás. Ez egy teljesen kirívó eset, vagy előfordul azért máskor is a légi forgalomban, hogy a pilóták ugye elbóbiskolnak. Aggodalomra ad ez okot, vagy úgy van, ahogy a Laci mondja, hogy azt beprogramozták, az megy, maximum mindenki kitér az útjából. Tehát tényleg, igen. Nem vicc. Félre mindenki, ők most alszanak. Na, szóval Szakács Gábor elmondja ezt, meg ugye azért ez egy parancsuralmi rendszer a... Hát, a fedélzeten, tehát a kapitány, a főnök, az első tiszt, a nem a beosztottja, de alárendelt szerepben van. Igen. És az ázsiaiaknál lehetett hallani olyat, hogy ott azért nagyon nagy tisztelet övezi a kapitányt, azaz, hogy a másodpilóta az nem mer így megrázni, hogy hé. Ébredjél már fel. Ébredj már fel, igen. Tehát az európai, a nyugati légitársaságnál sokkal barátibb, de ott olyan, mint a katonaságnál. Hát akkor ilyenkor el kell kezdeni zörögni csészékkel, meg tenni-venni, hogy arra hát a fölébe. Csészékkel? Ültél már ott? Ja, ültél az Airbusban. Ültem az Airbusban, persze. Mondjuk csésze nem volt. Ott nem lehet guggolászni. Tehát jó, de hát azért vannak olyan fém dolgok, amiket ha összeütök, akkor azért annak a hangjára fölébred. Persze, hát a variométert, ha kiveszed a műszerfalból. Hozzákocsogtatott kicsit a hangszórójához. Végre már érted, miről beszélek. Na jó, Szakács Gáborral megbeszéljük, ez egy komoly történet, de el fogja tudni mondani, hogy ilyenkor mi az eljárás. Agrár Szerda a Vokcinkkal, és ez mindig nagyon hiányzott nekem, hogy beszéljünk erről, mert én most megvettem a befestett tojásokat, azok főtt tojások. Komoly. 6 darab 1390 forint. Így már festve színesen tálcában? Igen, úgy. Hát ez szörnyű. Ez a fogyasztói társadalom legrémisztőbb. Hát évek óta lehet ilyet kapni húsvét környékén. Tavaly kerestem, nem volt. Hát most azoknak, akik meg nem vettek ilyet, mert egyébként jól tették, azoknak a János most elmesél, hogy otthon természetes anyagokkal hogy lehet tojást festeni. Természetes, jön megint a hagyma, ugye biztos jön a hagyma. Igen. Nem, szerintem azt kihagyja, azt tudja, hogy ő is, hogy ezt ismered. Hagyma, koriander, ezek szoktak lenni. De mivel lehet festeni tojást, ami természetes anyag? Szén. Henna. A legtermészetesebb anyag a kertből a henna. Hát a henna az olyan, mint a marihuána, csak ilyen tömörebb. Igen. És 10. után se érzett semmit. Pedig már 10 tojást megfestettem, semmit. És még tartozik nekünk a pekándióval. Igen. Jaj, ezt el akartam utól kezdeni. De nem engedted.
Hát nem volt idő. Nem volt időnk, hát annyira elplegykált, hogy másik témával. Na mindegy is. Szóval, ami Jánosunk, a természetes tojásfestés és a pekándió, ha marad rá idő. Ezzel jön, most jöhetnek a hétfői nap legjobb pillanatai. És maradunk a húsvétnál, mert ugye arról beszélgettünk, hogy ez a locsolkodás mennyire szerves része itt Magyarországon a húsvétnak, viszont külföldön ez nem így van, és ha valaki esetleg abban a helyzetbe kerül, hogy kint egy másik országban kell locsolni, akkor milyen versekkel támadjon. 3/4 hét elmúlt 3 perccel. Na, jönnek már egyébként valóban azok a szavak, amelyek valamiféle márkanévvel vagy valami mással összefüggésben egy termékre, mindjárt érteni fogjátok, átmegy a köznyelvbe, írják a jaffát. Régen, mondd. A narancs. Igen, a narancslé, narancsszörp. Szörp, igen. Az mindig jaffai. Kérsz egy jaffát? Tehát, hogy az mi az, egy izraeli város, nem? Igen, egyébként. Igen, mert hogy onnan jött rengeteg narancs, és akkor rá volt írva, hogy jaffa, vagy nem tudom. Szörp, úgy emlékeztetett a narancsra, igen. Igen. A flex nyilvánvalóan, ez is jó, azt mondja, Erdélybe, Székelyföldön, a kommunizmusba, Oroszországból behozott drúzsba márkájú láncfűrészek után most már mindenki drúzsbát használ. Töltsen a drúzsbádat, neki kéne vágnom ezt a ízét, ezt tölgyet. Hozom. 1/4-es, jó? Persze. Ja, legyen bármilyen más márkájú, tehát az a baj, hogy felülírja a többi márkát is. Igen. Na jó, Laci, mit találtál, mesélj? Hát ez a jó Schwarzenegger, 76 évesen most így, hát átröpült egy ilyen pacemaker beültetésen, több szívműtétje volt már. Igen, de hogy jól van, tehát ez egy múlt hétfői műtét volt, pénteken ő már Jane Fondával nyilvános eseményen volt, és nem tudom, és egy podcastban mondta, hogy hétfőn megműtöttek, egy kicsit géppé váltam. Mondta Schwarzenegger, és egyébként azt mondja, hogy neki ez nem volt könnyű, hogy most ebben a podcastban bevallja azt, hogy neki bármiféle egészségügyi problémája gondja volt, mert nem csak azért, mert hogy ő az Arnold Schwarzenegger, és azért azt gondoljuk, hogy hát ő aztán a vasember, vagy nem tudom, hanem azt mondja, hogy Ausztriában nem nagyon szoktak az emberek beszélni erről, hogy ilyen egészségügyi kérdés. De ő nincs Ausztriában. Hát, és németül is már, hogy én akadozva. Én sem értettem a cikkben, hogy miért hivatkozik Ausztriára. Keresztem egy országot, ahol nem szeretnek az egészségügyről beszélni, most ez... Az egészségügyi dolgok, nem, teljesen máshol látom azt egyébként a teljesen érthető problémáját, hogy ő az a csávó, aki fiatalkorától kezdve mindenki ismeri a történetét, tényleg ilyen edzőtermi gyúrásból Mr. Olimpiává változott, majd filmszínész, majd Kalifornia kormányzó, stb. De ugye maga az egészség, az izom, az edzés, a sport fontossága, ezeket ő folyamatosan tolta, és egyszer csak ott van és beteg a szíve. Tehát, hogy ez szerintem ilyen image gond is. Hát figyelj, neki egy vele született valami szív problémája volt, tehát amiatt már volt neki több szívműtétje, de hogy most, hogy gépet ültettek bele ő neki. De bármilyen beavatkozása volt az élete folyamán, az mindig általában utólag derült ki jóval, és valamilyen véletlen folytán, tehát ő azért nem verte nagy dobra ezeket a dolgokat. Tehát tényleg egy picit ez a amit a Bocsi mondta, az osztrák. Ezt a képet tartja, igen, ez az osztrák terminátor tartja. Az osztrák terminátor. Nem, hát ugye, hogyha innen Magyarországról ment volna a Schwarzenegger, akkor nem lett volna gond, tehát az utolsó fekéről a lábán beszámolt volna. Tehát aki volt igen, már... nálunk ez más. Figyelj, nekem kamaszkori emlékem, hogy orvosnál ülök, és ott ülnek mellettem az öreglányok, és teljes részletességgel és nyíltsággal megbeszélik azt, hogy egyébként ő miért jött az orvoshoz, mióta van ez, hogy alakult ki, hogy vette észre, és ő mire gyanakszik. És a rosszabb fázis már az, amikor meg is mutatják egymásnak. Tehát amikor... Igen, az egy STK rendelőben, akkor mindenki előpakolja a fekélyeit, meg keléseit, meg nem tudom mi. Az egy másik történet, de hogy beszél meg ugye azért ismert emberként, mindig az egyfajta gyengeséget vallasz be ezzel, valamiféle, nem tudom, tehát hogy például angol királyi ház és Katalin hercegnő, ne felejtsük el, szegény tényleg, hogy igen, az ember miért titkolózik az egészségi problémáival, nem tudom. Hát de érthető. De valahol tudod, mert igazából nem akarja az ember, hogy sajnálják, mikor belekerül egy ilyen helyzetbe. Én szeretném, hogy sajnálni. Nem, hát mondjál valamit. Olyan nem, én is titkolnám biztos, de vagy egy ideig, vagy a fele tudja. De az együttérzés az jó érzés. Hát az jó érzés, de szerintem ebben az, amit a Gyuri mondta, hogy a gyengeség. Tehát, hogy azt nem akarja igazából mutatni. Aztán a Titanicnak elkelt most valami rekord összegért, 718 000 dollárért, tehát olyan ma reggel 262 millió forintért. Az az ajtó, amin a baleset után Rose úszott a vízen, és amire Jacket nem engedte föl.
és ezzel meghaladta Indiana Jonesnak az ostorát, ami valami 525 ezer dollár. Bocsáss meg, most a filmbéli ajtó, vagy a tragédia ajtaja? A filmbéli ajtó. Ja, ó, a Róz, hát mondtam, hát a Róz az egy fiktív szereplő. Honnan tudjam, hogy kik voltak a fedélzeten hát akkor? Az elhangzott, fiktív hogy... Fiktív szereplő, hát a végén ott volt a... Ja, igen, az igazi hölgy. Igen, tényleg. Hát az... akit alakított a Kate Winslet. De ja, nem, akkor, akkor bocsánat, a sztorira mondják, hogy fikciós. Az a Charlie Sheenben van a Róz. Ja, Jézusom. Az egész Titanic fikciós, erre gondolsz? Nem, nem erre gondolok, de hogy az, egy, az a szerelmi szál, meg a nem tudom, ott a Jackkel, és nem tudom, a vízben. Oké, de én azt hittem, hogy eredeti Titanic alkatrész van valakinél, mint a Fejes Tamásnál. A szén darab. Ja, egy szén. Igen. De nem, tehát ez a filmbéli ajtó. Ez a filmbéli ajtó, okay, amin egy medencében valószínűleg egy stúdióban két Winslet feküdt hason, és ott fogta a Jacknek a kezét, aki a vízben fagyott, és ugye azért érdekes ez az ajtó, én mondjuk nem tudom, tehát aki 262 millió forintot ad egy film kellékért, az mindenképp érdekes, de hogy ugye két évtizede megy a vita erről, hogy miért nem húzta föl a Jacket erre az ajtóra. Nekem ez ki is maradt ez a jelenet. Hát ez a vége. De azt hittem, hogy a Jack magától fulladt meg. Nem. Tehát a két nem engedte fel nem, az ajtóra. Tehát amikor már Jack már nagyon fehér volt. Jack az a Caprio, ugye? A Caprio. Csak nem tudom ezeket a művészneveket. Jézus, tehát soha. Leonardo DiCaprio nem engedte fel Kate Winslet arra a 262 milliós autó, ajtóra. Igen, és a Rose nem engedte fel, mert a Kate Winslet valószínűleg fölengedte volna, csak hogy teljesen tisztálásuk, de nem. De azért, hogy megmeneküljön Rose, mert különben ketten, tehát nyilván elsüllyedt volna. Nekem úgy maradt meg az emlékemben, hogy Leonardo DiCaprio nem akart felkapaszkodni, pontosan, hogy megmeneküljön Rose, nem Rose izé ütötte így az ujjait, a fagyott kék ujjait, hogy ne kapaszkodj az ajtómban. Meg fogunk halni mindketten, te hülye! Nem így volt? De. Akkor miért én vagyok a hülye? Nem vagy hülye, nem vagy hülye, ott hibáztak el a készítők, hogy túl nagy volt az ajtó, és mindenkinek volt egy ilyen hiányérzet, hogy miért nem mászik fel, hát ott a hely. De amúgy a sztori tényleg az volt, hogy nem mászom fel. Nem, úgy van az. A gumimatrac is nagy. És amikor Lacika jön és rá akar mászni, amikor én rajta vagyok, akkor ketten borulunk. Tehát ez, az, az tudni kell, hogy itt csak egyikünk élhet túl. És az nem te leszel, Lacika. Ott volt a Titanic, ott igen, a medencében láttam én is ezt, amikor Lacika jó, majd ezt idén nyáron rekonstruáljuk. És mi a konfliktus most? Hát, hogy erről megy a két évtizedes vita, hogy miért nem húzta föl a Jacket, vagy a Jack miért nem próbált meg fölmászni az ajtóra. És hogy ez, ezért ilyen jelentős az ajtó, mert hogy ez egy nagy filmtörténeti dilemma. Senkinek nem volt rejtély. Mindenki tudta, hogy Jack, amennyiben ő Leonardo DiCaprio, ő saját maga döntött úgy, hogy a tenger hullámai nyeljék őt hát el, biztos, azért, hogy megmentse Rose, amennyiben ő két Winslet, életét. Innentől igen, fikciós egyébként a történet, mert én nem tudom elképzelni, hogy én nem áztam volna föl. Tehát, hogy én azt mondjam a... Te úgy lököd le Rose-t, mint a húzat. Hát nem lököm le, de tudod milyen az, amikor vízben, ahol nem ér le a lábad, és ott nem ért le a lábuk. Nem. Megpróbálsz... Nem. Ott nem. Megpróbálsz fölmászni egy gumimatracra. Igen. Hát az borulás. Hát az, hogy mindenki lehet. Tehát, hogy tehát te eleve megölted volna a nőt. Nem öltem volna meg, hát utána megpróbáltam. Te mondtad most, hogy az nem borulás, azt mindenki tudja. Nem ölte volna meg, baleset lett volna. Balesetnek állítottam volna. Iszonyat nehéz ott helyszínelni később. Tehát, hogy ki ölt meg kit a Titanicnál, ott igen, nagyon nehéz ezt utólag kideríteni. Hibás volt a fék az ajtón valószínűleg. Nem, de hát, hogy nyilván abból egy komikus jelenet alakult volna ki, mert akkor Róz esik be, akkor ő nagyon vicces, mínusz 4 fokban. Hát, figyelj, nem ők röhögnek. Most próbálunk túlélni hajókat, azok, hát de jót kacagunk. Igen. Nem, csak én abban a helyzetben biztos, hogy tehát ott van a nő az ajtódeszkán, ami egy elég nagy ajtó, hát 262 millió, én mekkora ajtót lehet csinálni. És akkor én biztos nem mondtam volna neki, ezt nem, menekülj csak meg, hát húzzál már. Hát de most azt mondod egy nőnek, te ott vagy a vízben, hót lila a szád. De szerelmes vagyok. Hát mi értelme a szerelmednek, hogyha meghalsz? Semmi. Az, hogy szeretem az illetőt annyira, hogy azt mondom, hogy akkor én most feláldozom magam. Tud lenni ilyen helyzet? Tudsz te a Kingával állni egy horvát tengerparton, amikor döntened kell? Hát most már tudja, hogy fogok. Nagyon kapaszkodjon a King abba az ajtóban, ilyen helyzetbe kerültök. Krükk-szigetén. Krükk-szigetén, igen. Na, ezek vannak a bulvár fantasztikus világában. Köszönöm, már László, hát fantasztikus vagy. Jó, jövünk vissza mindjárt. Egy nagyon érdekes összeállítással, nem tudom már hol találtuk, már a Gyuri Maximum elmondja, ami arról szól, hogy a köznyelvben bizonyos tárgyakra, dolgokra mi olyan neveket, elnevezéseket használunk, amelyek igazából nem a nevük,
hanem az, az a márka nevük, de annyira átmentek a köznyelbe, uh-huh. Itt a Szilvia példa, hogy rengetegen azt mondják a papírtörlő helyett, hogy adj egy Szilviát, mert ugye valami kicsurgott, vagy nem tudom ki, és le kell törölni a konyhapulton. Mai napig, holott már szerintem nem is lehet kapni. Lehet, hogy már nem is lehet, lehet még van Szilvia? Biztos. Igen, a név megmaradt. De egyébként a szerszámoknál is jellemző, tehát a stílt azt nagyjából mindenre használják, főleg az. Én azt hiszem, a stíl fűrész az egy fajta fűrész, mint a lánc, meg a kör, meg a... Ja, nem hogy mint stíl, tehát, hogy nem stílus, hanem... Maga műfaj, arra gondoltál. Nem tudom, én ezt ilyen hosszúkás fűrésznek képzelem. Az is. Az, jól képzelem. Elképesztően képzelem. De az márkanév, az is? Az egy márkanév, igen. Uh-huh. Ugyanígy, és te is így mondod. És ugye azt mondom, hogy add ide a makitádat, mit adsz ide? Mivel a Gyuriról van szó. Ha te kéred, akkor a szerszámot. De másképp kérdezem. Ha azt mondom, add ide a makitádat, azt elő kell venni? Mindenképpen, hát nem a kezembe cipelem. Na jó, ilyeneket gyűjtöttünk össze, gyerekek, és elemezni fogjuk. Tényleg valamire magunk is rácsodálkoztunk, és nézzük meg, hogy ha már ennyire ezek a márkanevek a köznyelvbe beivódtak, vajon van egy egyébként magyar elnevezése ezeknek a dolgoknak. Magyarul tudnánk-e rendesen nevezni ezeket a tárgyakat? Igen, ha nem akarnánk a márkaneveket mondani. Így van. Na jó, ezeket mutatjuk majd be a hírek után. Ez a Bocskor! 7 óra 12 perc van, jó reggel, szevasztok, drága hallgatók. Itt vagyunk, és itt van Laci elő, Laci. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Szia Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, mindenki ezzel jön már, ami most a témánk egyébként, hogy bizonyos márkanevek, uh-huh. Hogy átszivárogtak a köznyelvbe, és gyakorlatilag azokat a termékeket márkanevükön szólítjuk, de és nem is tudtuk, azt hittük, hogy ez a tényleg az elnevezése. Most mondok még egy párat, amit a hallgatók írtak, aztán nézzük, hogy mi mit találtunk. Azt mondja, ez tök érdekes, és ezt többen írták, hogy a románoknál, azt mondja, jó reggelt, jó téma, az Adidas. A románoknál minden sportcipőre azt mondják, hogy Adidas. Sokszor írják, hogy Puma Adidas, Nike Adidas. Ez üzeni, tehát hogy eladó vagy ilyesmi, tehát üzeni Kolozsvárról. Nagyon jó, a sportcipő szinonimája, zseniális. A sportcipő szinonimája az Adidas. Van Adidas? Igen, de milyen Adidas kész? Pumát vagy Nike? Adidas. Egy jó Adidas. Aztán a Walkman. Igen. Hát az a Sonynak a levédett márka neve, arra a hordozható zsebmagnóra, amiben bedugod a felhallgatót, és. Neked milyen Walkmaned van, Panasonic? Igen, abszolút. Igen. Ja. És Walkman. Egyébként beszédes, mert ugye sétáló ember, nagyjából ezt aha. jelenti, tehát hogy sétálva alkalmasan tudod hallgatni a zenédet. Tehát, hogy teljesen beszédes az elnevezés, de ez egy védett márkaneve a Sonynak. Na de ez a ritka, amikor mondjuk a beszédes név miatt igen. jön át a köznyelvbe. Üzenik itt a Celluxra, hogy a kedves barátom is ügyfelem vezette be a hazánkba, jól tudom, 91-ben a cég ma is működik, Cellux Pak Kft. És ad hozzá elérést. Szerintem ebben tévedsz, maximum a KFT-jét nevezte el Cellux, mert ez a Cellux már létezett a 70-es, 80-as években is. Arra az egy ragasztó szalagra. Na, de pont ilyenekről fogunk beszélni, gyerekek. Kérsz egy Szilviát? Akkor te mit adsz? Vagy mit kérsz? Papírtörlőt. Nekem hát, ezt abszolút. Mit szoktál törölni Szilviával? Hogyha mondjuk kiömlik a kávé, vagy üdítő, vagy bármit az asztalon, más nem. Gyuri, kollégiumba vittél magaddal a Szilviát, hogy legyen azért? Ha szerencsém volt, és jó volt a buli, akkor vittem, igen. Nem úgy értem. De lehetett, hogy Fruzsina volt, vagy Erika. Vagy... De nem sértöttem meg a Szilvia, akkor sem. Jaj, gyerekek. Szóval a lényeg az, hogy találtunk egy összeállítást olyan márka nevekből, amik teljesen átszivárogtak a köznyelvbe, és igazából a magyar nyelv részévé váltak. És ez egyébként más országokban is így van, valaki itt most angol példákat küldött, hogy a Coke egyenlő kólával. Szerintem ott azért az egy picit más, mert a Pepsire ők Pepsit mondanak. Uh-huh. Tehát ott nem azt mondják, hogy kérek egy kólát, vagy izé, hanem kérek egy Pepsit. Mondjuk a baziban az van. De például nálunk itthon még, ami nekem eszembe jutott, a Gillette. Gillette penge. Minden penge. Azt mondták, hogy izé, hogy igen. kell vennem a borotvába Gillette-et. Így van. A japán biztos, hogy ezt mondta. Ez biztos, hogy ezt mondta. Így van. Abszolút tényleg igazad van. Ja, a németeknél azt mondtam, hogy a Tempo, az ugye a papír zsebkendő, és adja uh-huh. Tempót, tehát az izé. Ugyanúgy megvan az ő Celluxuk, a Téza. Vagy az a kávé szűrőt, az a hosszú kávé, amit isznak, amit abba a kávéfőzőbe raknak igen. a papír töltsér. Az Melitta? Az Melitta. Azt Ausztriában én csak azt mondom, Melitta. Tényleg? Aha. Úgy neved, az is egy márkanév. Abszolút, csak nem tudtam, hogy az a papírszűrő, uh-huh. azt a kávét sose ittam. Igen, mert nyilván egyszerűbb ennyit mondani, hogy Melitta, és mindenki tudja, mint megmagyarázni, hogy az a papírszűrő még németül is nyilván körülírni, sokkal melósabb. Na, nézzük a listát, gyerekek, mert nagyon hosszú, hogy mik vannak, és azt is nézzük, hogy van-e
magyar, tehát ha nem ez szivárgott volna át a márkanév a köznyelvbe, van a magyar megnevezés ennek, jó? Itt van például, na ez is szép, mert ez már magyarosított, a Nescafé. De így is írva, nem? Ez egy slang, ez konkrét. Nescafé. Ez borzasztó. De miért borzasztó? Hát ugye nyilván a Nescafé-ból ered, és a Nescafé az a Nestlé cégnek volt az instant kávéja, de csinálta Jakobs is, meg a Csibó is, meg nem tudom, mi csináltak ilyen instant kávét, de a Nescafé az volt a legnépszerűbb, és az átment Nescafé-ba nálunk. És tényleg így, hogy iszunk egy Nescafé-t? Így beszél. Hát lemagyarosítottuk magunknak. Igen, ma olyat is hallottam, hogy Nescafé. Azt székutasan nem így hívták? Nescafé? Ezt így mondtuk a 80-as, 90-es években, de én még a 2000-es években is. Igen, gyerekek. És valamikor összeállt neked a Nescafé, vagy a Nescafé az, ahogy ez a Nescafé? Amikor veled elkezdtem dolgozni. Akkor váltál nemzetközivé. Akkor igen. Teszem hozzá, Nescafé, de mi magyarok gyártottuk. Tehát az azért került annyira itt mindenhová. Értem, amit mondok, mert hogy gyártottuk, tehát valamilyen rengeteg ilyen licensz terméket gyártottunk. Oh. Ugyanúgy, mint a Danone joghurtot, meg ilyesmit, tehát hogy gyártottuk rendesen, nem importálni kellett, ezt akarom mondani. Ezért mindenhol ez volt. És akkor valamikor nagyon divat volt, tehát már az emberek már nem is főztek kávét, hanem Nescafét ittak. Igen, ezeknek mindig egy időben megvan ez a hullám, hogy mindenki attól trendi. A Danett is gondolom az összes randin kérte a Nescaféját, és akkor... Igen. Volt a... Hát ennek megvan az előnye, mert az rohadt könnyen elkészített, fölforralod a vizet, és ezért lehet így. Tudom az Nescafé előnyét. Laci, nem kell mondani, használati utasítását sem mondani, de ha azt mondom, jó, gyereke, mit kértek akkor, hogyha ilyen sprőt, száraz a szátok, az ajkatok? Akkor? Labellót. Egy Labelló, van is egy Labellód? Igen, ezt kérdezzük. De hogy nyúlsz a Labellóhoz, hogyha én adok neked, akkor te az ujjaddal szedsz le belőle egy kis kenőanyagot, és úgy kened rá, vagy egyszerűen rendesen ott telerúzsozod magad az én Labellómmal? Leszedek az ujjammal, hát nem az rád nézek, és akkor a szenvedélyesen a te szőlő rúzsoddal végig dörtönöm a számot. Hogy én azért nagyon szépen tudom kenni, amikor kenem. Nagyon. Mindig próbáljuk, és nem felvenni veled a szemkontaktus közben. Mert nyelvelek is közben, azt én nem látom. Meg egy csücsörítgesz, mint a Pretty Woman, meg... Igen, a végén úgy össze, mint a nők szokták a rúzsait. Pedig rengeteg termék van, ugye, mondja, de azt nem akarom... A Carmex-re gondolsz? Így van, például. Többféle van ebből, így van, ami... Tényleg. Persze, ami igen. Tulajdonképpen szőlőzsír, vagy hogy hívják? A gyerekek régen szőlőzsírnak hívták, amit én, nem szerint gyerekkorommal szőlőzsír. Egyébként jó termék volt, nem volt az a semmi baj. Volt ilyen nagyon kellemes illata is, szőlőzsír. De ezt a mai napig nem értem, hogy a szőlőből hogy vonják ki a zsírt. Tehát, hogy ez meg kell karcolni és kicsöpög, vagy meg kell ölni, mint egy disznót. Tehát, hogy van ki a szőlőből igen, a zsírt? Van szőlővágás, abszolút, mint a disznóvágáskor. És akkor De hogy van? Tehát nekünk, ugye ez egy ajakkenő valami. Jó, ha csúszik az ajak, vagy mit tudom én, tehát, hogy az ember erre hajt. Igen. Amit az ember is élet az élet. Csúszós ajak fontos. Csúszós ajak fontos. Igen. Tehát, hogy, és akkor a magyarok miért találták ki még, mielőtt a Labelló bejött volna? Azt, hogy legyen ez szőlőzsír. Szerettek volna egy gusztustalan nevet adni ennek a terület. De nem is annyira gusztustalan, csak nem nagyon értem. Fura. Mi nem abból van, tényleg. Mi? De hogy milyen abból van? De akkor miért nevezték szőlőzsír? De ezt kérdezem, Laci, hallod a kérdést? Nem. Volt kérdés. Most kapcsolottál be, Laci. Akkor már Labellónak több értelme van úgy hívni. De a Labelló az mi? Az la, mintha egy névelő lenne, Belló az a szépet jelentheti. Én nem tudom, honnan jön a Labelló. De ma Labellót kérünk. Oké. Na. Akkor a Szilviát megbeszéltük, bár nekem a Szilvia egy picit azért ne, én sosem mondom, hogy Szilvia. Én mindig papírtörlőt mondok. Ez mennyivel hosszabb, mennyivel keményebb meló ezt végigmondani, hogy papírtörlő. Sőt, amikor a bevásárlóistámra felírom ceruzával, ami ott lóg mágnesesen a hűtőmön, akkor azt írom, hogy konyhai papírtörlő. Hogy össze ne tévesszem. Igen, hogy össze ne tévesszem, hogy valami más papírtörlőt. Pedig simán elég lenne csak annyit, meg ennyiből is tudnád. Szilvi, csak ennyit írnál fel, és tudnád, hogy mit akarsz. Szilvi, persze, hogy női neveket írogatok te izé. De nem, az a nők tárgyiasítása, hogy izé netszívó képessége, tehát Szilvi. Halló, tehát ez nagyon gáz, nem? Azért nagyon. A nők nevében? De. Képzeld, Annettnek hívnák ezt, hogy adj egy Annettet, és akkor valaki így megtörje a lába között. Igen. Ennyivel jobban szívja a nedvességet az Annett, mint igen, a Szilvi. Igen, rácsöpögöd egy kis Nescafé, most megtörlöm magam. Abszolút sértő lenne, igen. Kiömlött a bor, felíthatom Szilviával. Ezek nem jók. Pláne van a társaságban egy Szilvia.
adj egy Szilviát. De nincs. Nem tudja, hogy mit csinál. Igen. A jacuzzi, ezt gondoltátok volna? Nem. Jöjjünk be a jacuzzi. Menjünk oda Wellnessbe, ott van jacuzzi. Biztos voltam, hogy ez a műfajt hívják így. Én ezt a bugyogókádat. Ez egy márkanév, egy amerikai márkanév. Bugyogókád. Hát, de mekkora reklámot kapott? Tehát, de tényleg, én nem is tudom, és mi ennek a hivatalos neve? Hidromasszázsgád? Vagy... Hát mit tudom én, várjál, ezt is kitaláljuk, de csak mondom, hogy a labellónak nincsen magyar neve, tehát ugye a szőlőzsír az egy hülyeség. Hát ajakápoló. A Szilviának letoltátok az én papírtörlőmet, ajakápoló. Ajakír. Vaj, ezt sem használod, ha csak nem vagy valami nyelvész, ajakápoló. Igen, akkor agyamennek hisznek. Hát na, és akkor a jacuzzi. Hát, vigyek, gondolkodom, hogy bármit kitől hallottam-e máshogy, és nem. Tehát, hogy ez mindenkinek ez. Mit mondtál, hidró? Hidromasszázsgád, vagy hidromasszázsgád, ez jó. És az a vicces, hogy működik, mint ez a Nike Adidas, amit itt a hallgató igen, írt, mert ha valamilyen márkából nézel jacuzzit, akkor elmondod, hogy milyen márka a jacuzzi. Igen, van a kínai jacuzzi, azok már olcsóbbak, de a Wellnessnek vannak a jacuzziai, azok drágábbak, igen. És minden jacuzzi. Igen. Így van, duplán mondunk márka nevet igazából. Igen. Is. Ti voltatok jacuzziban már? Igen. Ezt hálódálom, az ember nem megy, mert mások bőrkeményedese beleázik. Nekem volt sajátom. Az előző házamban volt sajátom, én ezt imádtam. És én is jacuzzinak hívtam. Mindenki így hívja. Tényesen, ezek szerint. Jó benne, igen. Csak állandóan olyan meleg a víz, hogy az ember elszégül. Nem, az olyan hát romantikus. Ez az egyik lényege. Mi romantikus? Szerintem, amikor ott vagy a szerelmeddel, mondjuk egy jacuzziban. Te fürdőruhában vagy anélkül mennél? Hát, hogyha otthon van, akkor anélkül természetesen. Hogyha mondjuk a szállodai szobában, akkor is anélkül. Oké, csak felfújja a gatyeszt. Hát azért kell. Nem tudom, ki van ott benne a jacuzziban hátul, de az belefúj a seggedbe, úgy felfújódik a... Pöröksz, mint egy bója, az a baj. Nem jó fürdőruhában jacuzzizni, hát azt mesztelni kell. Igen. Ja, na, akkor gyerekek, ezt a Jeep. A Jeep az gyakorlatilag ugye szinonimája a terepjáróknak. Igen. Teljesen. Ami egy amerikai automárka. Igen, de gyerekkorunkban csak ezt mondtuk, Jeep. Tehát igen. A Matchboxnál is léci hozzát a Jeepet is. Abszolút, így van, és legyen az egy orosz, legyen az egy amerikai, legyen az bármilyen más terepjáró, az egy Jeep. A Lada Niva is egy Jeep volt. Igen. Hát most már ez kikopott, nem? Most már igen, nem most jött egy szarab szó, a SUV. Igen, és ezzel még gondunk is, hogy mondjuk SUV, vagy simán mondhatjuk, hogy SUV, vagy SUV. Igen, hogy mondja egyébként az átlag magyar? Hobbi terepjáró. SUV-nak mondják? SUV, tehát már egy picit nemzetközi S-szel mondja, de még mindig nem SUV, hanem SUV. Igen, ahogy az ország szeretne. A Tuskó mondja a SUV-ot? Szerintem igen. Miért? Igen. Hát akkor már az legalább magyarul beszél. Hát meg elkezdi játszani, hogy tudja, hogy esznek kell ejteni, de azért a UNA azt olyan bohockodásnak tartja, hogy azt jónak mondjam. Jó, de hát rengeteg ilyet csinálunk azért. Hát hajjaj. Na, szóval gyerekek, ez egy márkanév, és én is minden terepjárót régen Jeepnek hívtam. Igen. Mert hangzatos. Az, abban benne van az amerikaiság. Ez tényleg. Igen. Jeep. Na jó, nézzük a listát. Ó, gyerekek, igen, itt van a kedvencem, a Nutella. Tehát minden, ami mogyorókrém, az már Nutella. Magyarországon, na, igen. Magyarországon. Igen. És itt viszont megállhatunk, mert ez szélhámosság valahol. Szerintem. Ez maximum szél, tehát ez teljesen. Tehát tényleg Párizstól kezdve Bangkokon át, ha nutellás palacsintát kérsz, akkor ott a nutellás bödömből meri rá, aha, azt a magyaros csoki krémet. Itthon nálunk mi van? Itthon nálunk, hogyha mit tudom, egy balatonparti büfében kérsz egy nutellás palacsintát, az még nem garantálja, hogy az valóban Nutella lesz, mert általában a magyaros krém szinonimájaként használják. Hát akkor igen, is mert amikor azt mondod, hogy Nutella, akkor mire gondolsz, hogy mit fogsz kapni? Magyarókrém. Nem, Nutella. Mi a Nutella? Az egy márka. Igen. Maga a termék mi, amit Nutella néven forgalmaz. Egy nagyon egyedi magyarókrém, amely utánozhatatlan, és a világon a klasszikusok mauzóleumába kell, hogy bekerüljön Gianfranco Ferrero. Csodálom, hogy nem kértek meg fel arcának amúgy, ahogy így ezt tolod. A Nutella arca, a Nutellás arc. Gyerekek, a Nutellával nem viccelünk. Tehát én biztos, hogy bezáratom, én nyáron bezáratom az összes balatoni palacsintázót, amely nem Nutellával adja a Nutellát. Végre találsz egy indokot, hogy rászálljad a palacsintázókra. Így van, ez, tudunk beszélni a GVH-s haverunkkal? Igen, tudunk. De tényleg, ez nem vicc. Engem felháborít baromira. És egyébként egy csomóan már azt csinálják pontosan ezért, hogyha tényleg Nutellával dolgoznak, akkor ki is pakolják a nutellás üvegeket, hogy lássák az emberek, hogy nem fogják őket átverni. Hát ez ennyire jellemző. Na, akkor termosz. Termosz, hát hogy? Amiben a kávét meg a teát lehet vinni, és forró marad. Igen. Szeretje, ez a neve, termosz. Igen, 1904-ben alapították Németországban a termosz céget.
És igazából ebből a görög szóból, tehát a termosz az egy márkanév, mert ezt a céget megalapították, ugye meleget, forrót jelent, tehát minden görög szó, ami mit a Lesbos, termosz, homerosz, ezek mind melegek. Meleget jelentenek. Igen. A görögök nagyon szerettek melegeket elnevezni. Igen. De érdekes, a görögöknek nagyon sok szavuk van erre. Mint az eszkimóknak a hóra. Kinél mi a probléma? Na, erre nincs is más, erre van magyar szó? Nincs. Hát mi hőtartó kulacs? Körül tudod írni, de a körülírás az egy szenvedés. Elmész randizni, és azt mondod a lánynak, hogy hoztam neked egy kis tehát hőtartó kulacsban, úgy ott fog hagyni. Jó, de a mosógép is akkor körülírás innentől kezdve. Nézd, ami a mosógép, igen, az gyakorlatilag két komponensből áll. De akkor már ennyire körül kell írni valamit, az inkább egy kínszenvedés, és nem egy elnevezés. Hát az igaz. Akkor maradjon a termosz. Termosz, oké. Okay. Hivatott Homérosznak is, ha gondolod, mert azt is meg fogják érteni. Hoztam tehát Homéroszban. Gyere, kortyog, kortyog meg a Homérosz. Nyisd ki a Lesboszt, nyisd ki. Na, gyerekek, ezt nem gondoltam volna soha. A kuka, ugye, tudjátok, kiviszik a kukát, igen, vagy ki elvijön a kukás. A kuka, gyerekek, erre nem tudom, hogy van-e magyar megfelelő szó. Én azt hittem, ez egy magyar szó. Ez kuka, olyan magyaros hangzik, sőt, még a Hóferkése héttörpében is az egyik figura kuka. A jellemző magyar mese, abszolút. Igen. Igen, már átment úgyis a szlengbe, hogy kukának hívjuk azt, aki egy picit butuska, vagy nem vagy, szólal meg. Nem szólal meg, az olyan kuka. Igen. Igen. Ehhez képest képzeljétek el, hogy 1920-as években alapították meg a Keller und Knappich Augsburg. Keller und Knappich Augsburg, és ők gyártottak ilyeneket, ők találták fel azt, hogy ilyen pormentesen, vagy nem tudom mi, hogy lehet szemetet sikerült tárolni. Meg. Igen, és ez lett a kuka. Ez a kuka cég, ez létezik, most már robotokat gyárt, de a németeknek nem is hívják kukának a kukát. Ez nálunk hívják kukának. Keller und Knappich Augsburg. Jó, durva, hogy ezt kivezette be, kitalálta ki itthon ezt a rövidítést. És sejtetted volna, hogy ez nem egy magyar szó. Ez annyira magyarosan hangzik. Igen. Érdekes, hogy Augsburg és a németek nem hívják kukának. Nem. Animal Kennedyből tudja ezt? Milton. Animal Cannibalsben tudják ezt szerintetek? De tényleg, kuka MC. Oh. Keller und Knappich MC. Keller und Knappich Master of Ceremony. Helyes, igen. Na jó, a vegeta, ugye ez a podravka találmány, mindenre, ami ételizését, azt mondjuk, hogy vegeta. Ezt te is igen szoktad, nem? Ezt azért te is, hogyha kérdezed. Miután nem használom, szoktam miért használni a szót, igen, hogy aki vegetával főz, az egy, és akkor nem folytatom. Na, hát várjál. Azért az jót tesz egy levesnek. Persze, a te levesednek jót tesz. Mire hát bármi. Mirelit? Minden, ami fagyasztott, az mirelit volt. Hát én nem hiszem, mirelit, csak mirelit kaját. Kész, izé? Hozzám egy mirelit brokkolit a boltból. Ma is így hívják a mirelites hűtő. Ott van minden hűtőben. Igen. Na, hát ez viszont sokkal szebb ennél, mint a mirelit. Én azt hiszem, hogy ez egy francia szó, ami mirelit. Mi? Nem? Le mirelit. És mit jelent francia? Mi? Tök minden, mit jelent, nem tudok franciát. Mirelit. Nagyon hideg, nagyon hideg, ezt jelenti franciául. Mirelit, a Homérosz ellentéte. Oh, Mirelit. Ez nagyon fázom. Na, Mirelit. A franciák mindig ilyeneket csinálják. Ez is a Louis de Funès. Na mindegy. Ez már egy mondat. Igen, na. Szóval akár hiszitek, akár nem. Nyilván hiszitek, mert mondom. Tehát ez egy mozaik szó. Ez egy mozaik szó. Mezőgazdasági és ipari RT plusz az elit. Tehát, hogy ez egy elit cucc. Igen, visszagondolok így gyerekkoromra, amikor ettük ezeket az elit cuccokat. Mi volt a legkedvesebb, mire elit? Hát a legkedvesebb az a bélszíroló volt. Ó, igen. A 80-as években azon nőttünk fel. Meg volt szilvás gombóc is, emlékszem. Ó, igen. Meg a nudli. Krumpli nudli. Csak prízniben meg kellett bizélni, suhintani, ahogy te mondod, és már kész is volt. Ez minden igazi elit táplálkozásnak tűnik így most halva. Hát, tényleg. Miért? Mezőgazdasági elit. Az ára egyébként elit volt, mert ezek nem voltak olcsó. Hát nyilván olcsó volt, ha a nagyanyád kigyúrja neked a nudlidat. Igen. Kigyúrja nekem a nudlidat. Azt ingyen lett volna. Mi, Gyuri? Amikor te nagyon már gyúrta a nudlit, akkor mit éreztél? Bárcsak én lennék az? Várjál, Nagyi, hozom a makitát. Na várjál, van még itt, tehát a kompletta. Ja. Nyilván márkanév, de hogy ezt használjuk minden tejporra, ilyen kávé tejporra? Igen, leszaladok a boltba egy komplettáért.
foglald mondatba a következő szót kompletta. És ez így helyes. Igen. De én nem tudom, én nem használom ezt ilyen én sem. Tejpor. Tehát milyen, ez nem vadulás lehetett ott székutáson. Neckávé komplettával volt. Neckávé. És Nagyi gyúrta a nudlit közben, mi? Abban nem keverj még egyszer a Nagy kezébe engem, jó? Nekem eszembe jutott. Ez a baj. Jaj, gyerekek. Na jó, észrevettétek azt, hogy mi magyarok egyébként nagyon szívesen gyártunk ilyen mozaik szavakat. Hát a Malév is ilyen magyar légi közlekedési vállalat, azt hiszem Malév, vagy a Mir Elit, hát az a legmegdöbbentőbb nekem. Ez a mezőgazdaság és ipari RT plusz elit. Igen. Igen. Mahart. De tényleg, hogy egy szó van, de hogyha, mert akkor mit tudom, a medvét az hogy írod körül? Tehát nem az, hogy körül, igen, írt körül, és abból csinálunk egy mozaik szót. Nem, és akkor az egy márkanév lesz. De erdélyi agresszív óriás emlős, mondjuk? Erdélyi agresszív óriás emlős, így van. Ah, de szép. És akkor egy mozaik szót ebből? Eragor. Erdélyi agresszív óriás Eragor. Eragor, igen. Meg jobban is hangzik, mint a medve. Sokkal jobb. Jön az Eragor. Misztikusabb. Mint a Gyűrűk urából lenne, igen. Igen. Jó, akkor mit tudom, vödör. Hogy írod körül a vödröt? Hát mit, ugye, hát az egy hordozható víztároló edény. Nem, hordozható víztároló edény. Hordozható horvíz edény. Horvized. Horvized. Oh, de szép. Hozzá egy horvized vizet. Aha. Hú, nagyon praktikus, gyerekek, menjünk tovább ezzel. Hozzá egy horvizet, ebből gyorsan az lenne. Igen. De nem biztos, hogy vizet horrasz benne, lehet mást is. Igen. Ganét. Hozzá egy horvizet ganét. Nem, horganét. Horganét. Szóval igen, így lesz valamiből márkanév, és így költözik be a köznyelvbe. De most nézzük meg a mi drága barátainkat, azaz a hallgatóinkat, hogy ők mit tudnak beletenni, mert tudtatok beletenni, hát a Flexet hoztátok ti, ugye itt volt a... Jaffa is. Az Adidas, ez nagyon... Jaffa, az román Adidas, igen. Szóval, de biztos, hogy a családban is volt valami, amit ti úgy neveztetek el, amit csak a családban szoktatok. Nem? Ti azt a szót használtátok rá, lehet, hogy aki már családon kívül volt, nem is értette. Igen, gyerekekkel, rokonokkal, biztos, hogy van saját szavatok valamire. Nekünk például, ugye, amikor a Nórinak csinálunk, és akkor jönnek barát, mindig egyet akar tepsis tészit, ami nyilván tepsis, de tészta, mert ez még gyerekkorában tészinek hívta, és az egyfajta módon van elkészített, de az csak így hívja, nem lehet másképp hívni, az csak tepsis tészi. Igen. Ez egy családi elnevezés. Így van, ti ezt értitek családon belül, és akkor ez mindenkinek ugyanígy el kell mondania. Pontosan, így van, de már barátnő is így mondják, hogy azt főzzek, süssek. Na jó, szóval, hogy van-e ilyen nálatok a családban, akár a rokonok között, meg minden, amit csak magatok között használtok, egy idegen tuti, hogy nem érteni, és ha van még arról emléket, hogy ez hogy alakult ki ez a szó. Jó? De most nyilván az ostobábbak csak egy szót fognak odaírni. A picit szofisztikáltabb hallgatók meg le is írják azt, hogy ez mire való, honnan ered ez a történet, minden. Várjuk az SMS-eiteket, drága szofisztikált hallgatók. 22. 3-1-8, ez 4 perc, a gyerekek, ugye? Ez volt a legtöbb SMS-t generáló témánk, ez hogy lehet? Ever? 10 perc alatt 371 vagy 11 SMS. Ezek szerint van mindenkinek ilyen. Megindultak a szofisztikált. Az a baj, hogy lefagy ez a szar. Tehát nem tudom itt kixelni. Mert itt még mindig a Flexnél tartok, mert mindenki a Flexel jön, és a román Adidas. nem tudok most nagyon tempomát a Mercedes terméke. Hogy az egy márka neve. Hát nem mint elnevezés. Igen, hát, igen. Minden autó, igen, minden műszaki dolgot az ember név szerint is levéd. És mindenki tempomátnak. Judit Nógrád megyéből. Ez nem milyen termék? Judit? Igen. Gyerekek, Laci, te is nézzél, mert most bajban vagyok, mert nem tudok 300 SMS-t kitörölni nagyon gyorsan. Tényleg bajban vagyok. Amúgy írják, hogy Ferodol, mindenki így hívja a fékbetétet, pedig az csak egy cég volt, aki fékbetéteket gyártott, mégis minden fékről lekopott a Ferodol. A mai napig, igaz ez, Lacika? Igen, te tudod, mi ez a Ferodol? Uh-huh. És én azt hittem sokáig, hogy maga az anyag, ami a fékbetéten van, azt hívják Ferodolnak. Igen, mert Ferro az valami vassal... De Ferodol, ez ma is létező márka, a fékbetét márka. Akkor a Folpak, a Mirelit nyilván, és a Hungarocell.
Hát a Hungarocell az igen. Az annak mi, mi lenne a neve, ha nem Hungarocellnek hívnánk? Na hát, nagyon jót kérdezel. Most komolyan, mert nem habszivacs, nem izé, mi volna a neve? Nyikorgószar. Hát sziget, nem tudom. Nem, de hogy van egyáltalán? Nincs neve. Ezt tényleg így hívjuk. Nincs neve. Sőt, más is izé ezt a Cell nevet átvette más cég is. Igen, mert a Cella, gondolom, hogy igen. Nem tudom, hogy ilyen fene tudja, tegnap vettem bélszínrólót, mi van. Jó, gyerekek. Egyébként írtak a Facebookon egy hallgató, Mónika, azt írta, hogy amikor ő a mamájától azt kérte, hogy nyeles húsit kérek füves krumplival, akkor tudta, hogy rántott csirke alsó combot kér petrezselymes krumplival. Tehát, hogy ez igazából az ők is. Na, végre füves. Neked valami beesett az ilyen otthoniakból. Füves krumpli? Füves. Jamaikai a nagymama? Nagy ilyet, a jó Bob Merlik élő krumplit, azt csinált. Sütős krumpli, valakinél a sült krumpli. A lányom mai napig kér üdítőt, azt mondja, hogy kérek innit. Innit. Inni maga az üdítő, kérek innit, igen. Mi rendszeresen használjuk a gezemice szót. Ja, zöldségre. Ez egy étel, lesütött szalonna. Hagyma, kolbász, paprika és felvert tojást rakunk rá, gyakorlatilag tojást rántotta, de mi inkább gezemicének hívjuk. Ilyen kis helyes családi, nem? Igen. Igen. Csokis kókuszos piskóta kocka, nálunk szőrös sütemény a mai napig. Vonzó név. Beledobi valakiknél. Ez a reggeliző pehely, mert bele kell dobni a tejbe. Jaj, de jó. Mit tegyünk ma? Beledobít. Ezzel tudod a Lacikát is csalogatni majd az asztalhoz. Lacika, beledobít. Megrendeltem neked egyébként. Emlékszel, hogy... Belenyomít. Belenyomít rendeltem a Lacikának, belenyomít. Hát neked meg fröcsipöcsi. Fröcsipöcsi. Hát mert a belenyomít... Megjött a fröcsipöcsi. Mert a belenyomít szét fröcsköröd állandóan minden reggel. Úgy. Igen, de most rendeltem. Ugye a Jóci, a hajósziketelő Rotterdamból kaptuk, igen, ezt a holland csomagot annó? Igen. Ami tele van olyan szószokkal, ugye jó barátok, kedves szószok, vagy hogy hívjuk magunkat. Nem szószok, remek. Jó barátok. Igen, hogy... És ott az egyik szósz annyira ízlik a Lacikának, meg mindenkinek egyébként, hogy mi ezt most megrendeltük az én megrendeltem, igen, nektek az Amazonról. Megrendelted, mert nem tud a Lacika fröcsipes és szendvicset enni innentől, és az nem lesz olyan az a reggeli. Igen, mi a tévé távirányítóra azt mondjuk, hogy nyomkodó. Igen. Ez is. Graca Attila írt, a drága Graca Attila. Ja, akkor szaloncukrot hívtuk Szacunak. A nagyapám nevezte el így. Tehát ő egy mozaik szót alkotott belőle, így van. Hú, gyerekek, esküszöm, komolyan mondom, hogy egy témánkra se jött ennyi SMS, ami egy kérdés után, egy dal elhangzása után érkezett volna. Mi, igen, történik? Nem is mérjük a néplelket akkor. Nem, minden családban itt van ez a szellemes. Minden család olyan nyelven beszél, amit mi nem értünk. Van még egy pankától egy ilyen mozaik szó családi. Bogetti. Ez a bolonyai spagetti. Anya, bogettit kérek most. Ne hülyeskedj már. Anya, ne legyen olyan szemét. Anya! Bogetti. Közben megírtak a Hungarocellre természetesen balrendes magyar, mi? Kifejezés, polisztirol hab. Ez nagyon szép magyar kifejezés. Erdélyben meg iporkának hívják a Hungarocellt. Iporka? Iporka, igen. Az a hivatalos neve, olyan, és minden... De olyan, ez tök más hangzás, olyan, mint hogy elmegyek szedni egy pár iporkát. Mert kimegyek az erdőbe, vagy a rétre szedek iporkát, jó? Éjszaka bemegyünk a tűzépre szedni egy kis iporkát. És minden pelenka Pampers, szintén Erdélyben. Pampers, tényleg? Uh-huh. Igen. Igen. Bababor, ezt mondják a szörpre az egyik gyerek. Bababor. Bababor. Igen. Gianfranco Ferrero. Ja, a Ferré miatt mondtam, igazad van. Nutellával nem viccelük, Pietro Ferrero lesz. Igazad van, elnézést. Jó, összes láncfűrés stíl, oké. Okay. Nálunk minden bank OTP. Tehát a kék OTP a K&H. Sárga OTP. Nagyon szép. A kék OTP. De melyiknél vagy? A kék OTP-nél. Közben Andrea megírt nekünk, hogy a szőlőzsír a szőlőbogyókból készített kenőcs, az ajkak fölcsere pedzése ellen, tehát ez is fantázia név, tehát hogy de akkor zsír, valóban szőlőből csinálták? Szőlőből készül, szőlőbogyókból készül. Aha. És hogy valószínűleg az állaga miatt lett ez, hogy zsír. Pöttyös rizs a tarhonya. Pöttyös rizs, milyen... Igen. Gyerekkoromban az átlátszó szalag még nem Cellux volt, hanem Tixo. De Tixo is egy márkanév. Igen.
Igen. Cellux Tixo, ez a kettő volt, de hát mi például mindig Celluxnak hívtuk. Gyerekek, annyi van, hogy nem tudok itt nagyon válogatni. Azt mondom, hogy készüljetek rá a Hungary Machine-ra, így fejben. Uh-huh. És lehet jegyet nyerni, hát tudjátok, a Bocskor 6X óriási nagy partija lesz május 22-én, és hát nagyon nagy fellépőkkel. Erre adunk jegyet. Tényes Tomiék is adtak, Nyerges Izáék is adtak jegyet. A fellépők, akik biztos, hogy eljönnek, és mindig hangsúlyozom, hogy tényleg csak olyanokat hívtam meg, akikhez én valamilyen módon kötődöm. A fellépők ugye Anand Barbies, Charlie, Curtis, Gangsta Zoli és Big Daddy Laca, a Magna Cum Laude, a Republic, Rúzsa Magdi, a Skorpió és lesz? A Tankcsapda, így van. És hát jó barátokat is, pályatársakat is hívtam. Házigazdáiként Tilla lesz, tehát ő az, aki egy picit iszik hátul, és néha előjön. Ó, megint ittam. Igen, de jön Risto Vévi. Aztán Kokó is ott lesz. Liptai Klaudia. Anger Zsolt. Dombóvári István. Tornocki Anita. Szújó Zoli. Dobó Kata. És Jakubcsek Gabi. Bizony, micsoda névsor. Micsoda névsor. És ők valamit majd mondanak rólam, szerintem. Gondolom. Én erre gondolok, igen. Remélem. Rólad fognak valószínűleg beszélni. Méltató szavak lesznek ezek, kivéve Risto Vévi. Igen. De majd lekeverjük. Ő kemény lesz. Majd lekeverjük. Na jó, szóval erre lehet jegyet nyerni, ez május 22-én lesz a Bocskor 6X a Kongresszusi Központban. Hogyha most akartok játszani, hívjatok 0620-22-22-122. Indul a Hungary Machine. És 8 óra lesz most 8 perc múlva. Jó, van még rengeteg öt, és ne haragudjatok, rengeteget kellett törölnem, mert tényleg bőven 300 felett jött erre az egyetlen egy kérdése. És a legtöbben nagyon jól, szépen leírják, hogy miért. Na nézzük. A szó pekeráj. Ez egy úgynevezett melléképületben elhelyezkedő tárolóhelyiség. Uh-huh. Található benne minden fagyasztószekrény, edények, és még italok, ételek is. További minden jót nektek, Imre, Kötegyánból. Ja, de hát ezt értjük németből, nem? Ja, mert a Packenből, hogy oda pakolsz. Hát pekeráj. Pakolóhely. Pakolóhely, aha. Igen. De a Pepe is írt nekünk, azt mondja, angol nyelvterületen, hogy ez tök jellemző, ott például a papír zsebként az a Kleenex. Aha, ami tényleg szintén márkanév, vagy a Hoover, a porszívóra. A porszívóra, igen. Az is volt, de még sorolt párat, az, hogy a Rotring. Tényleg, az mennyire. Ugye? Meg igen. A Vileda. Vileda! Igen, letörlöm Viledával. Igen. Viledád van, hanem olyan hamis valami. De azt hiszem, az egy német mozaik szó szintén. Igen. Azt hiszem, igen. Na jó, szóval én szódát szállítok, plusz van nálam szörp is mindig. Egy idős néni megkérdezte egyszer, hogy van málnája? Mondom, persze, és már nyúltam is érte, mikor szólt, akkor egy narancsot kérek. Én megnéztem bután. Pár nappal később jöttem rá, hogy a szörpöt hívják málnának. Amikor egy másik néni azt kérdezte, hogy van málna málnája? Tehát, hogy málna málnája van? Igen. Ez olyan, mint az a román Adidas. Adidas, igen. Fostos tészta. 25 éve került fel a családi étlapra, ez egy sonkás, paradicsomos, tejszínes, ragús tészta sajttal. Nagyon szeretjük, de egy időben mentőre a hasam másnap. Ezért csak olyan nap csinálja a nejem, amikor tudtuk, hogy másnap nem dolgozom. Máig így hívjuk, szerintem a rendes nevét már nem is tudjuk. De ez milyen jó, hogy akkor tudod, hogy másnap van egy szabad napod, akkor bekéred a fostos tésztát, mert akkor végül is szabad napomon. És hadd hogy menjen el ez az idő. Az egész család, akkor mindenki milyen boldog, ugye? Igen, és szabad nap, és a fater, úgyhogy már lehet fostos tészta. Az én gyerekeim hatan vannak, a cornflakes-t Kokókának nevezték el kiskorukban. Kokóka. A mai napig így hívjuk a családban. Ez akkor volt vicces, amikor bementem nyaraláskor egy ottani ABC-be, és az eladótól megkérdezte, hogy merre találok kokókát. Nézett rá, mint egy értelmi fogyatékosra. És félrehívott. Na jó, Verával játszunk. Szia, Vera, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, Vera! Na, hát tudod, mi a tét? Az ajándék ugye a Bocskor 6X-re. Egy belépő, egy május 22-re. Igen? Ezek közül kire gerjedsz nagyon? Tehát úgy értem a fellépő közül. Magdit nagyon szeretem például. Mondi, de bárkit meghallgatunk. Én őket mind imádom. Na jó, ez csak ennyi, és csak játszanunk kell, és kapsz rá. Kettő jegyet adunk? Kettő, vagy páros. Kettő páros. Oké. Itt van a dalszöveg, mehet? Igen. Tessék. Fehér havas, nagy testű, ragadozó macskaféle, kint várakozik, érted, jöttem, kisbaba, tudok róla, telefonáltál, menjünk már, sétál a motor is még. Még mindig sétál. Uh-huh. Hát ez egy régi együttes, régebbi, és ha jól emlékszem, a Péli Barna a... Péli Barna, igen, igen. Akkor a United Hófehér Jaguar. Szóval. Hófehér Jaguar,
Itt aztán meg lehet erőszakolni egy picit a Google fordító, tehát a havas macska nagy testű ragadozó állat. Igen. És érdekes a motor sétál, meg mit tudom én, de oké. Okay. És passzol a témánkhoz egyébként, mert ugye itt is egy márka névből ugye azt a vadállatot is úgy hívjuk, hogy jaguár. Tehát... Hűha, Laci. Komoly kanyarokat vett az agyad. Azt gondolom, igen. Mi vagyunk másnaposak, mi van veled? Verám, íme a nyereményed. Gratulálunk! Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a Bocskor 6X exkluzív születésnapi eseményre május 22-ére. Nagyon köszönjük mi is, és várunk szeretettel majd. Írnak a kollégák, hívnak mindenképpen, és elmondják, hogy miként jutsz majd hozzá a belépőt. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, Vera, szia. Szép napot, minden jót nektek, sziasztok. Szia, szia. Na, ő volt a mi Veránk, és most egy olyan téma, ami persze így röhögünk elsőre, ugyanakkor meg elképesztően ijesztő az, hogy amikor utazol egy repülőgépen, előfordulhat-e az, hogy mind a két pilóta alszik, méghozzá mélyen. És ez előfordult az egyik indonéz légitársaság fedélzetén. 2 óra 40 perc volt az út, ugye valahonnan Jakartáig, és mind a két pilóta bealudt. Hát igen, ebből most hír lett, de hát hányszor utaztunk már mi is, nem lehet, hogy nálunk is volt ilyen? Simán hát, lehet. De elméletileg még meg is eshetett, de nyilván aggasztó, és nem véletlenül van ezekből a pilótákból 2, szóval hogy nem annyira vicces ez a dolog. Igen, tehát az egyik elalszik, akkor a másik nyilván átveszi az irányítást, ugye ott van a kapitány, ott van az első tiszt. Mi ennek a protokoll? Mi van az első tiszt is elkezd ásítozni. Mi van, hogyha már érzi, hogy nehezednek a pillái? Hogy akkor fölrázhatja a kapitányt, vagy van erre egyáltalán bármiféle protokoll? Vagy ő is lefeked szundikálni, mégis a munkában vannak, tehát innen kezdjük az egész beszélgetést. Hát igen. Nem wellnesselni járnak oda fel. Abszolút, és nyilván a buszvezető se csukhatja le a szemét, ráadásul neki még helyettese sincs. Tehát, hogy ez azért tényleg egy aggályos történet, ugyanakkor a repülés maga annyira biztonságos, és hát ugye tudjuk, még a gyerek is tudja, hogy ezeken a repülőgépeken robotpilóta van, beprogramozod, mint egy számítógépet, és oda megy, ahova kell. Szerintem ez már csak azért vannak egyébként ezek a szép egyenruhás emberek, hogy nyugodtak legyenek az utasok, hogy azért ember is van nyugi. Na jó, hogy egyrészt ez tényleg sokszor vagy többször fordul elő. Az alvással kapcsolatban van-e bármiféle protokoll a légitársaság járatain, tehát hogy nyilván egy hosszabb úton azért néha le kell feküdni valakinek. Igen. Ugyanakkor egy konkrét veszélyhelyzet volt ez? Így ennek, van, konkrét veszélyhelyzet volt ez, vagy a légirányítás tudja ezt kezelni? Mi van, ha nem ébrednek fel? Mondjuk akkor tudjuk, mi van. Azt már láttuk filmekben. Üzemanyag függő. Láttuk filmekben. Na, ezeket beszéljük meg egy profival, ő az én volt ott oktatóm, jó barátom, egyébként Boeing 737-es kapitány és oktató, és a Smart Wings légitársaság főpilótája, Szakács Gábort hívjuk. 8 óra 12 perc van, jó reggelt! Minden hallgatónknak jó reggelt, Laci! Jó reggelt, sziasztok! Szia, Gyuri, jó reggelt! Hello, Anett! Jó reggelt, sziasztok! Na, üzenik itt még az előző témánkra, hogy a Vileda, és ezt én is így tudtam, csak nem voltam benne biztos, hogy igaz, hogy Vileda, azaz olyan mint a bőr, Vileda. És hogy, tehát olyan mint a bőr, de nem bőr, és hogy ezt Freudenbergi cég terméke, és ez volt a márka neve, a Vileda. Csak másképp írták, ilyen kvázi fonetikusan. Ez fog eszembe jutni, hogyha ránézek. Igen, és még egy sziasztok, esetleg tudnátok köszönteni a 34-es busz Békásmegyer felé tartó sofőrjét? Egész úton az Árpád hídtól titeket hallgatott, így mi is. Ó, hát akkor üdv neki, így van, vigyázz magadra. Na, annyira helyesen vezette fel a Gyuri nekem ezt a témát, azt mondja, hogy ugye vannak dolgok az életben, amiről jobb, ha nem tudunk. Például, és akkor a példákat figyeljétek, azt mondja, hogy például a cuminkat annó még a tesónk is megrágta. Igen, ezt jobb nem tudni. Igen, mondom, a felvezetőt figyeljétek, hihetetlen dráma van benne. Vagy, ha a cégnél a portás többet keres, mint mi. Ezt ki akarná tudni? Igen, ezt nem akarod tudni, és innen jön a kapocs, hogy akarod-e tudni azt, hogyha éppen utazol egy gyaralóhelyre, finoman szeretnél egy hétig pihenni, csak hogy a repülőgépen a pilóták elaludtak közben. Hogy milyen zseniális. Akarod-e tudni? Gyuri. Köszönöm. Tesszük. Gratulálok. Köszönöm. Gyuri, óriási dramaturg. Igyekeztem izgalmas csavar tenni a szituba. Hmm. Cumisüveg, portás, repülőgép. Fantasztikus ívek. Az élet főpontjai. Na, nem vicc az egész egyébként, mert hogy ez történt az indonéz Batik Air egyik járatán,
Mindkét pilóta elaludt, ez január 25-én történt, Kendariból Jakartába tartó járat volt ez, és a 32 éves kapitány, illetve a 28 éves első tiszt repülték a gépet, igen, és a lényeg az, hogy ott a kapitány pihenni akart, és mondta, hogy akkor most pihenek, és akkor az első tiszt mondta, hogy rendben van, akkor én átveszem, és aztán ő is elaludt. Így hát aludtak ketten. Na, de bájos. Hát úgy az ele, hogy be van ütve az út, hova kell menni, megy a gép. Nem így voltak ezzel, nyilvánvalóan lett volna dolga az első tisztnek akkor, csak hát... Mi, akkor csinálja az adminisztrációt, vagy mi csinál, úgyis alszik a... Hát mondjuk dolgozik. Megy, de mit dolgozik? Hát megy a gép. Laci, ki akarsz menni? Nem, de hát... Nyugodtan pihizzél ki. Én ugyanis bízom a technikában, bízom a repülésbiztonságban, az előírásokban, annyira, hogy... Na, akár. Akkor a bizony a repülésbiztonságban és az előírásokban, akkor pont ezen meg kéne akadnod, mert ez nem egy szabályos szitu. Ez nem egy szabályos szitu, ez egy A320-as Airbus volt, és hát egyébként egy picit le is tért az útvonalról, akkor több mint egy fél órán át próbálták a földi irányítás valamilyen módon kommunikálni velük. Aztán felébredtek, tehát nem volt semmi gond, és ők később azt állították, hogy a rádiójukkal valami baj volt. Nem működött jól a rádió, de hát nyilván volt egy nyomozás, és akkor kiderítették, és fel is függesztették a két pilótát. Egyébként az összút az 2 óra 40 perc volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy nagyon-nagyon hosszú út volt. És gondolom, hogy így laikusként ezt hallani, ez iszonyat, ugye hát az mi nem látjuk, mi történik az ajtó mögött, be is van 9-11 óta hermetikusan zárva a pilótafülke ajtaja. Hadd aludjanak nyugodtan. Igen. Hangszigetelt ajtó. Igen, és azt mondják, hogy egyébként ez nem egy egyedi eset, tehát ez elő tud fordulni, és ha belegondoltok, valóban, tehát hogy a beülünk az autóba, akkor ott ugye már maga a monotónia, amikor nem történik igazán semmi, az azért sokunkat így álmosságra késztet. Hát gondolj bele, az M5-ös autópályán mész, nyíl egyenes gyakorlatilag, és a folyamatos motorzaj, a szélzaj, és ez... Ja, hát... Igen, de mégsem alszol el, és értem, amit mond a Laci ebben a szempontból, igaza van, hogy tele van műszerrel ez a gép, és hogy nem tudom, de nyilván azt lehet hallani, hogy a robotpilóta nagyon sok mindent megold. De ettől függetlenül még nem véletlenül ülnek ott, tehát hogy azért... Hát nagyon sok mindent megold, de hát ugye, aki már ült egy ilyen repülőgépen és hallgatta, hogy mi történik ott, hát ott a légtér változások miatt nagyon-nagyon sok infót kapsz, akár egy másfél órás úton magasságon kell korrigálnod ide-oda-amoda, hát pontosan ezért vannak a légirányítók, hogy a gépek elkerüljék az ütközést, valamikor tehát haladási szöget, vagy hogy mondjam, kell változtatnod, tehát egy folyamatos kommunikáció repülés. Igen, és amit most mondasz, hogy úgy is buktak le, hogy 28 percig nem sikerült velük rádiókapcsolatot létesíteni, tehát valamit azért szeret volna tőlük így menet közben, amit nem sikerült átadni. Nem sikerült átadni, de aztán végén szerencsésen leszálltak, tehát nem volt ezzel különösebb gond. És most azt próbáljuk itt megbeszélni, hogy ez most csak elméletben hangzik ilyen szörnyen, mert azért a megkérdezett pilóták volt egy ilyen felmérés, talán fele azt mondta, hogy aludt már el egyébként repülés közben. Igen. Ez jó, hát akkor valószínűleg mi is benne voltunk már, vagy voltunk olyan gépen, amikor mentek is. Van egy felmérés, hogy állítólag az Egyesült Államokban meg... A legálmosabbak. Ott aludt el eddig a legtöbb pilóta. Hát ott van a legtöbb repülő. Hát nyilván, oké, de hát azért... Hát hogyha utaztunk Amerikában, akkor könnyen lehet, hogy... Gyerekek, az, hogy az egyik pilóta alszik, azzal nincsen semmi baj. Akkor van baj, még akkor sincs feltétlenül baj, de akkor van baj, amíg a kettő alszik. Hát vagy a stewardess, aki hozza nekem az italt. Na jó, gyerekek, beszéljünk erről. Ó, hát nekem még 234-esen repültem Havannából a Bahama-szigetekre, Nassau-ba. Tényleg abszolút félórás út nem volt, és Cubana Airlines, és ott rendesen a csávó kezében rum volt. Esküszöm, nem tea. Nem, Kubában nem volt tea. A pilóta? Igen. Jó, legalább nem aludt, tehát még szerencsés voltál. Jó. Na jó, gyerekek, fordítsuk komolyra a dolgot. Itt van drága jó barátom, volt oktatóm. Egyébként Boeing 737-es kapitány és oktató, és a Smart Wings főpilótája. Itt van velünk Szakács Gábor. Szia Gabi, jó reggelt! Jó reggelt, felhúztak, köszöntöm a hallgatókat. Mit szólsz a kubai élményemhez? Fantasztikus lehetett. 234-essel én is mindig szeretnék repülni egyébként. Kár, hogy már kikoptak. Kikoptak, de az, hogy rum voltam a manus kezében. Hát akkoriban ez szerintem mondhatom azt, hogy teljesen általános volt. Nagyon sokáig egyébként az Air France-nak például a fedélzeti ellátmányában volt egy decibor a személyzetnek is. Nem volt ebből probléma a 70-es, 80-as években. Igen, és akkor én sem ijedtem már meg, amikor
Linköpingben, Svédországban láttam, hogy a Gripen vadászpilótáknak az ebéd menüjéhez ott volt egy bár alacsony százalékú, de alkoholos sör, amit ők el is fogyasztottak, aztán mentek délután megint repülni. Egészségükre, bátrabban, jobban megy a repüléstől. Na jó, beszéljünk most erről a dologról. Itt nézzük meg, hogy oszlik meg a feladat a fedélzeten kapitány és első tiszt között. Tehát ez egy parancsulami rendszer, nem? Tulajdonképpen igen, de nem teljesen így van, tehát van az a pilóta, aki vezeti a repülőgépet, és van egy másik, akit monitorozó, megfigyelő pilótának hívnak. Az egyiknek a feladata vezesse a repülőgépet, illetve programozza a robotpilótát, fedélzeti számítógépet, a másik pedig a rádiózást végzi, de természetesen egymás munkáját kölcsönösen felügyelik. Oké, de van, aki... nek, hogy is mondjam, van, de hogy mondjam, van szava, vagy tehát az ő szava ér, és az elsőbsége. Igen, nyilván ott a kapitányi azért az utolsó szó a fedélzeten. Van, amikor két egyenrangú pilóta ül egymás mellett, hogy dől el, hogy ki a kapitány abban az esetben, pedig ugye ugyanaz a képességük, ugyanannyi csík van a vállukon, és ki az első tiszt, ez hogy dől el? Ez attól függ, hogy mi a feladat, tehát hogyha például oktatás van, és két kapitány ül a fedélzeten, a bal ülésben a kiképzés alatt álló kapitány, jobb ülésben pedig az oktató, akkor alapesetben a bal ülésben ülő a kapitány, hiszen neki a döntést is gyakorolnia kell, de ha egy kritikus helyzet áll fel, akkor ott mindig a oktatói az utolsó szó ebben a helyzetben. Nézzük egy picit az alvás dolgot most. Először beszéljünk hosszú távú repülőutakról, ilyen tengeren túli utakról, 8, 9, 10, 11 órás utakról. Ott is ugye egy kapitány és egy első tiszt vezeti a gépet. Ott be van-e tervezve az alvás? Ha olyan hosszú a járat, hogy az egy műszak alatt, idézőjelben műszak alatt nem teljesíthető, akkor ott mindig van vagy kiegészítő személyzet, vagy egy teljes dupla személyzet, és ezeken a hosszú távú járatokon a személyzetnek van pihenő helye. Tehát kevésbé valószínű az, hogy mondjuk egy nagyon hosszú járaton a személyzet pilóta elalszik, mert amikor pont annyira elfáradt, hogy elaludna, akkor ott van a váltó személyzet, aki addig a pihenőhelyen pihent, aludt, felébred, beül helyette, másik pilóta elmegy pihenni, és folytatódik tovább a járat. Itt inkább ilyen szempontból, ami kritikus, ez a 3-4 óra hosszás egy irányba éjszaka járatok, amikor eleve egy ingerszegény környezet van, mert nagyon csendes a légtér, ritkán szólnak hozzád, és olyan időintervallumba repülsz, amikor egyébként a normális ember meg alszik. Ez ugye akkor teljesen ideálisan illik erre, ez a járat. Ez 2 óra 40 perc volt, nem tudom, hogy nappal volt-e vagy éjszaka, de hát ugye mindannyian ismerjük az autóból azt, hogy amikor monoton helyzet van, egyenes út, csak egy zúgás, csak a műszerfal az egyetlen inger, ami ott van, hogy az ember még akkor is, hogy te teljesen friss, meg kialudta magát, hajlamos bealudni. Ilyenkor ti ezt meritek egymásnak bevallani, hogy álmos vagyok? Nem, hogy merjük, ezt be kell vallani a másiknak, és egyébként a szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az egyik pilóta egy úgynevezett ilyen mikroalvást hajtson végre, de csak úgy, hogyha a másik pilóta tud arról, hogy most ez a pilóta ez el fog szundikálni. Ez maximum, ez maximum 20 perc lehet, pontosan azért, hogy ne kerüljön a mélyalvás fázisba, és 20 perc után a másik pilótának őt fel kell ébreszteni, illetve a Boeing repülőgépeken egyébként felárért lehet rendelni vekkert, szó szerint ez egy időzítő. Felhúzom, és úgy csörög, mint egy vekker óra, hogy biztosan a pilóta az felébredjen. Én magam is gyűlölöm az érzést, amikor a fejem le akar esni a nyakamról. És hát most mi a jobb? Küzdök ellene, küzd a másik is, és a végül mind a kettő elalszik. Vagy pedig azt mondom, hogy nézd, erre a jogszabály lehetőséget ad, én most egy kicsit szundítanék, 20 perc maximum, de 20 perc után légy szíves, ébresz fel. Ha te is úgy érzed a 20 perc alatt, hogy le akar esni a fejed a nyakadról, akkor meg azonnal költsél fel, nehogy az legyen, hogy mind a ketten elalszunk. Tehát ez az eljárás. Nekik ezt kellett volna tenniük? Ez az eljárás, illetve van egyébként
magára, arra a szituációra, tehát, hogy lehetőség szerint azért ne kerüljél ebbe a helyzetbe, tehát ne legyél annyira fáradt, hogy el akarsz aludni egy járaton, hogy a fáradtságból adódó kockázatokat például azt hogy lehet kezelni. Erre a pilótáknak, közforgalmi pilótáknak tanfolyam van egyébként. Tehát mint amikor az autósofőrje pofozgatja magát az M5-ösön? Akár, igen. Tehát vannak erre ugye technikák. Nyilván azt tehát van a jogszabály, van a való világ. Nagyon szépen mutat ugye a beosztásodban, hogy egyébként nem is értem, hogy miért aludtál el, hiszen neked ezelőtt a járat előtt megvolt a megfelelő pihenő időd. Igen, csak mondjuk azt nem tudják, hogy otthon az embernek család, gyerekek, ez az amaz, tehát meg nappal nem tudsz esetleg úgy aludni egy éjszaka járat előtt, hogy annyira kipihent legyél. Ha nagyon fáradt vagy, nyilván jelentheted a járattervezésnek, hogy te nem érzed magadat alkalmasnak arra, hogy ezt a járatot végrehajtsd. Ha van tartalék, kellene, hogy legyen egyébként, akkor a tartalék megy el helyetted erre a járatra. Ha végig küzdötted idézőjelbetéve a járatod, de folyamatosan harcoltál az ellen, hogy elaludjál, ébren maradjál, akkor írsz egy jelentést erről, hogy egy ilyen fáradtsági jelentést, amit a cég köteles kivizsgálni és megnézni, hogy akkor tényleg mitől történt ez, és hogyha van egy adott járat, ahonnan folyamatosan jönnek a jelentések, hogy minden személyzeti tag jelzi, hogy ez valamiért járattervezés miatt, bármi miatt úgy jön ki, hogy mindig mindenki fáradt rajta, akkor azzal a cég köteles valamit tenni, átalakítják a menetrendet. Ez a 30 perc, én nem tudom milyen napszakban történt, tud-e olyan előfordulni, hogy 30 percig egyébként hozzá se szólnak egy repülőgéphez? Tud, bizonyos légtérben, különösen éjszaka tud. Értem, tehát az, hogy ők mentek nyílegyenesen valamerre, az elvileg még akár úgy is fejeződhetett volna be, hogy az észre se veszi senki. Mert aztán az egyik felé. Akár egyébként is. Mennyire voltak veszélyben az utasok? Attól függ, nem tudom, mennyi üzemanyag volt a repülőgépen például, illetve nem tudom, milyenek voltak az időjárási körülmények, mert itt igazából a robotpilóta be van programozva, az a repülőgép az fog repülni, azzal úgymond olyan nagy probléma nincsen, de ha mondjuk azért 30 perc az elég nagy távolság, és mondjuk előtte kinő egy zivatarfelhő, vagy egy olyan időjárási zóna felé érkezik, ami veszélyes, és abba két alvó pilótával belemegy a repülőgép, akkor abból ott azért nagyon komoly katasztrófa tud lenni, illetve másik tényező nyilván az üzemanyag, hiszen hogyha leállnak a hajtóművek, mert kifogyott a repülőgépből az üzemanyag, onnantól kezdve megint egy kicsit kapkodósá válik a ténykedés a pilóta fülkébe. Van-e olyan... Igen. Van-e olyan, mert... Ugye az én Mercére szemben már idegesítő is, megyek tök normálisan Debrecen felé, és egyszer csak ding-ding-ding-ding is jön a kávés csésze ikon. Ő észleli azt, mintha én álmosodnék, hogy itt nem is vagyok még álmos, de ő már észleli. Van-e ilyen a repülőgépen, hogy ő észleli azt, hogy álmosodik a pilóta? Nincsen, viszont az én Mercedes-emen is van ilyen, tudok embert, aki kiütteti, ha érdekel. Na mindegy, én nem tudom mi alapján, mert mindig rossz konszol, de teljesen mindegy. Jó, Laci? Nem, ez a statisztika, amiről itt beszéltünk, hogy a pilóták felénél ez már előfordult, hogy elalszik, akkor tehát simán lehet, hogy mi már utaztunk olyan utasszállítón, ami mondjuk így aludtak. Simán, viszont azért azt is látni kell, hogy úgy van a rendszer kialakítva, hogy mindig jobbá és biztonságosabbá szeretnék tenni. Tehát azért csinálnak ilyen felmérést, azért van az, hogy te jelentheted, hogy fáradt vagy, azért van az, hogy már járat előtt szólhatsz, hogy nem pihented eléggé ki magad, és nem tudod, nem vállalod el így ezt a járatot. Ez mind-mind azért van, hogy a rendszer jobb legyen. Tehát csinálnak ilyen felmérést a pilóták között, ahol őszintén elmondhatod, nem fognak senki megbüntetni, nem fognak érte kirúgni, légy szíves, szólj, megvizsgáljuk, megnézzük, hogyan lehetne úgy csinálni, hogy ez az eset lehetőség szerint nagyon kevésszer forduljon elő. Hát nem, nagyon izgalmas volt ez a kérdéskör, nagyon-nagyon szépen köszönjük, Gabi. A kajára nem kérdezünk? Ja, igen, tényleg, hogy van egy ilyen városi legenda, hogy ugyanazt a kaját nem ehetik ugye a fedélzeti ellátmányból. Ez nem városi legenda, ez szabály, tehát ez leírt szabály, hogy valóban nem eheti a két pilóta ugyanazt az ellátmányt, azért, hogyha esetleg romlott,
mérgezett, bármi van, akkor ne essen ki mind a két pilóta, hanem az egyik az tovább tudja vinni a repülőgépet. Tehát ez a vizeren a kúj, vagy az egyik eszik chipset, Pringles-t, a másik akkor csak knoppers tehet. Elvileg igen, igen, igen. És ha mi ketten repülünk, Gabi, és te vagy a kapitány, én az első tiszt, és tortellini van gombás tejszínes mártással, a másik meg gratinozott lazac, ha van ilyen egyáltalán, akkor melyiket? Mind a kettőt te készítetted? Mert akkor bármelyiket vállalom. Tudom, hogy nagy gurmé vagy, úgyhogy biztos, hogy mind a kettőt. De jó fej vagy. Gabi, egyébként tegnap előtt repültem Apollo Fox-szal, és ott mesélték, hogy nagyban te is involvával. Csak akartam mondani. Igen. Egerben. Na. Egerben voltál tegnap előtt? Tegnap előtt. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Ezúton is boldog születésnapot. Köszönöm neked, boldog névnapot. Köszi szépen. Szia. Köszönöm szépen. Szervusztok. Szia. Szakács Gábor. Boeing 737-es kapitány és oktató és a Smart Wings főpilótája. Ha ez így működik, hogy lehet jelezni, hogy mit, hogy egy 20 percre bóbiskolna az ember, ezt itt is bevezethetnénk, nem, Laci? Persze. Persze, munkahelyen simán. Tehát, hogy... Sőt, néha jól is esne nekem. Igen? Ha aludnál. Mit, hát... Akkor én most az első 20 percemet kivettem. Anett alig bír magával. Na, neked van most pilóta fejed. Igen, nekem pilóta fejem van, de én emlékszem még a Music FM idején egyszer elaludtam adás közben. Igen, csak azt mondtam, hogy nem is tudtuk felébreszteni. Igen, és valami fél órát aludtam, és Gyuri mondta, hogy most, hogy fél órán túl vagy, akkor kezd hozzá dolgozni. De hát ő is aludt. Nem tudom, emlékszel a kitelepülésre? Ja, hogy ne, a Balaton Soundon. Az nem alvás volt, az csak egy kis... Amikor az arcod egy pizzakartonban volt? Az minek nevez? A relaxálásnak nevezem. Ott feküdtél a földön. Nekem akkor már le is gurult? Mert én még akkor láttam, hogy az asztalon volt a pizzakarton, és benne volt a Gyuri feje. De nekem erről van is egy fotóm. Nem. Persze, hát a Anett felébredt, és azzal szórakozott, hogy engem fotózgatott. Ez volt a munka. Na, gyerekek, munka közben elalvás. Tehát ez most, beszélünk buszsofőrökről, nyilván autópilótákról. De hát azért ez bárhol előfordul, Anettről. Nem? Tényleg, akár óvónő vagy, és ott kint vannak a gyerekek a folyóparton. Mind a News Folgászomban, úgy vagy? És te ott vagy a kis hófehér kis sámlidon, és bealszol egy picit. Bebukik a lábad közé a fejem. De lehetsz darúkezelő, és éppen balpörgésben vagy, és az annyira elálmosít, hogy így maradsz. Lendületet vesz a betonpanel. Folyamat. Igen. Hogy akkor nem tekeredik-e rá a kábel a darúra? Vagy nem tudom, hogy hogy van. Akkor nem szabad hirtelen megállni, mert akkor viszi tovább. Nem, mert gondolj bele, hogy elpörögsz balra, fölemeled, elpörögsz jobbra, lerakod, elpörögsz balra. De hogyha te 360 fokba pörögsz, akkor csak elfogy a kábel, vagy nem? Úgy van? De most igazából össze is hányod magad. Tehát. Szóval volt-e olyan, hogy munka közben elaludtál, kérdés, hogy lebuktál-e, és megúsztad-e, vagy ebből? Balhé lett akár. Igen, 0-20, 22-22-122. Bal. Ez a Bocskor! 3-9 lesz 3 perc múlva, elnézést, ha csámcsogok vagy nyamogok, csak a Lacikával az előbb kibontottuk egy nutellát, és mint a tesók kanállal. Egy-egy kanalat. Igen, de mindenki csak egy kanalat. Csak egy nem kanálat. Lehet visszarakni még egyszer ugyanazt a kanalat. Nem. Az a tesóknál még talán. Igen, de most még nem olyan tesók. Lacika beszédén is éreznek. Lehet érezni, igen. Na, rengeteg elalvós sztorink van egyébként, gyerekek. Munkahelyi elalvós történet. Na nézzük, mindjárt valakivel beszélni is fogunk, az is nagyon izgalmas. Azt mondja, jó reggel taxiztam, rengeteget dolgoztam. Kivittek Nagy Téténybe. Arra még emlékszem, hogy felvettem a következő utast. Aztán képszakadás. Még az autót is elhagytam. Gyalog mentem haza. Egy hétig nem ültem autóba, a fuvar szervező és a kollégák segítettek, hogy megtaláljam a járgányt. Pokoli érzés volt, azóta is egy üveg borsó rohangál a hátamon, ha fáradtan kell autóba ülni, szép napot, Robi. Ez mi lehetett? Még az utast elvitte, és onnantól már nem emlékszik semmire, valószínűleg annyira álmos volt. De azt mondja, hogy fölvette, és utána már nem emlékszik. Tehát az utas... De nem biztos, hogy utána azonnal elaludt. Lehet, hogy őt még elvitte valahova. Aha. Az utast. Én ebből indulok ki, mert akkor itt nyilván tragédiáról írt volna ő. Gondolom elvitte az utast, de már semmire nem emlékszik, mert úgy tartotta nyitva a szemét, és akkor kiszállt az autóból, valahogy hazament, mert azt mondta, hogy nem tudok hazavezetni, és aztán felébredt reggel, és nem tudta, hol az autója. Én így képzelem el a sztorit. Aha. Hű. Igen. Na, akkor burkoló vagyok, én sem aludhatok el, megbőrösödik a kikent ragasztó, Robcsi. Mindenhol ott a felelősség. Teljesen így van. Sziasztok, ülés hátra döntve, és már alszom is, nagyon sokszor lebuktam, üzenője a kateros Berci. Oh.
Sziasztok, annó trollis koromban ajtónyitás és csukás között bealudtam, Dino. Tudod, ment, ezért ajtót kinyitott, és bémi belvonsz. Mindenki várt, hogy mikor csukolik az ajtó. Folytatjuk az utunkat. Gyönyörű. Egyszer homokszóró gépnek dőlve aludtam el, csak azért buktam le, mert elfogyott a homok, és a sűrített levegő hangjára felfigyeltek a műszakvezetők. Új munkahelyet kellett keresnem, üzeni Misi. Aha. Igen. Sziasztok, óvónő vagyok. Volt olyan alvás idő, hogy bealudtam, mert azon a két héten két koncerten is voltam, és éjjel értem haza. Reggel pedig én nyitottam. Ám szóltam a gyerekeknek, hogy most alszok én is velük. Puszi, ölelés, Edit. De helyes, ott belefér simán. Igen. Ne kiabáljatok, Edithének szétmegy a feje. Hát igen, egyébként gondolj bele az óvodában, ugye ott van a ebéd után az a kötelező csendes pihenő, hát nálunk mondjuk mindig ébren voltak az óvónők, tehát mi se tudtunk csalni. Jó reggel, számvevőszéken dolgoztam, és egy nap buli után egyedül voltam az irodában. Elpillettem. Telefonok sem csörögtek. Felébredtem, és a cetli az asztalomon az egyik cuki kollégámtól, hogy bent járt, de nem akart felkelteni, elvitte, amiért bejött, és ennyi, puszi Dorottya. Jaj, de rendes. De cuki. Na jó, van valaki, aki egy nagyon izgalmas történetet írt le, mozdonyvezetőként. És mozdonyvezetés közben. Az igen. Képzeld el, itt van velünk Misi. Szia Misi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, felújtok! Szia. Ott dolgozol még amúgy? Nem. Jó, céget nem mond. A szakmában, jó rendben, szakmában dolgozok, de már nem ott. De már nem ott, oké. Na mesélj, ez milyen járat volt, mit éreztél, milyen napszak volt, ugye itt a pilóta úr is leírta azt, hogy az éjjeli műszak repülőben az nagyon-nagyon inger szegény. Szóval nálad ez hogy volt? Merre mentél? Ez hajnali 4-2 környékén volt szintén. Én szerintem a 24 órából leginger szegényebb időszak, és úgy nézett ki a dolog, hogy van egy olyan nemzetközi vonat, ami Bécstől Bukarestig közlekedik. Uh-huh. Ezt annak idején mi Budapest keletitől hoztuk le Romániába, Kültös az első állomásról átvittük. És nem áll meg sehol, csak keletiből indul Szolnokon, Békés Csabán, meg aztán a Lökösházán a határon. Uh-huh. És mindez hajnal 1:45-2 környékén. Ez az eset az úgy történt, és azért ismerem elmondani, már régen volt már, úgyhogy már kell nyugtassak mindenkit, ilyen már nincs. Tehát nem azt szokott mondani. Már nincs. Mezőtúr állomáson még barátom volt a forgalmista, ő kijött üdvözölni. Bocs, hogy belekérdezek, de mozdonyvezetőként egyedül vagy ott? Vagy ott is párosával? Egyedül. Aha. Egyedül vagyunk. Azt mondom, hogy ez valami téli hónap volt, ráadásul be is fűtöttem magamnak, volt egy kis fáradtság is nyilván. Mezőtornán átrobogtam szépen, a barátomat üdvözöltem, és a következő momentum az volt, hogy Gyoma Endrőd előtt a Körös folyón vezet a vasúti híd, és a híd szerkezet, ahogy beremegett, ahol ébredtem föl tulajdonképpen. És ez hány kilométer tettél így meg? Hát ez ilyen 15-6 kilométer. A érdekesség a dologban az, hogy köztem van egy nagylapos nevű állomás, most már nem állomás, már átépítették a vonalat, akkor még állomás. Volt forgalmi szolgáltató, ott volt, mi úgy hívjuk, bejártéjelző, kiártéjelző, ami nyilván zöld út, különben megállított volna a berendezés, aha, de fogalmam nem volt arról, hogy ott kijött a forgalmista ugyanúgy inteni, vagy nem, tehát abszolút kiesett a dolog. Ahogy a mozdony beremegett a hídon, én arra fölébredtem gyorsan, és akkor hát semmi, nem vágott le a berendezés, nem oldott le a fék, stb., és akkor hát tulajdonképpen mentünk tovább, de el kellett rajta gondolkodnom azért. Igen. Hát elhiszem, egyébként nem ismervén a mozdonyvezetést, egy ilyen mondjuk 200 kilométeres szakaszon mennyi mindenre kell figyelni, értsd, van-e sebességváltoztatás egy-egy szakaszon, amit neked figyelembe kell venned, nyilván fényjelzések vannak, tehát hogy mennyire kell, van-e egyáltalán rádiókapcsolat valakivel? Rádiókapcsolat volt akkor, még ez a mobiltelefon előtti korszakban volt. Uh-huh. Ugyanakkor van egy olyan berendezésünk, ami gyakorlatilag mit tudom, másfél kilométerenként ad nekem egy felhívást, egy jelzést, egy trillázó jelzést. Az én egyik lábamat egy pedálon tartom, és itt a jelzés elhangzása után néhány másodpercen van arra, hogy felengedjem, ugyanakkor vissza is nyomjam ezt a pedált. Tehát nem elég csak felengedni, vagy nem elég csak levenni róla a lábam. Aha, de ez egyfajta ilyen ébrentartó, ez egy ébrentartó szerkezet? Éberségben tulajdonképpen vizsgálja, aha, hogy éber vagyok-e, vagy sem. Milyen jó, ez miért nincs a Boeingokon? Tehát, hogyha ez megszólal nekem, akkor van néhány másodpercem arra, hogy ezt a pedált felengedjem, és le is nyomjam. Tehát, hogyha csak felengedem, vagy nyomva hagyom, akkor egy berendezés megállítja a vonatot. Tehát a wow. És akkor mi történt a 16? Igen?
hát ebből az a poén, igen, hogy ez körülbelül, ahogy kiszámolgattam, ennek 8-9-szer meg kellett szólaljon, és nyilván én ezt a lábocskámmal, én ezt elkezeltem. Tehát ezt én kezeltem, különben megállt volna vonat. Tehát fél álomban te reflexzerűen reagáltál erre a trillázó hangra. Igen, igen. Utána egy barátokkal beszélgető kollégákkal, hogy kíváncsi lennék, hogyha alszok itthon az ágyikomban, akkor fejemre feltesznek egy fejhallgatót, ez a trillázó hanga, hogy járna a jobb lábam vagy a bal lábam. De valószínűleg igen, mert nincs rá más magyarázat, tudod, tehát a uh-huh. Tehát meg kell tudni, hogy állíts akkor, hogyha... Kiderült-e ez, vagy ez bevallotta-e valakinek, vagy kiderült-e ez, vagy ez... Nem, Gábor, ebből nem lett semmi gond, tehát ebből nem lett semmi baj, én nem... 120-an mehet ott a vonat, hátul aludtak, nem tudom, pár százan kocsikba, ebből nem lett baj, hál' Istennek. De akkor nem is jelentetted, hogy volt egy ilyen? Nem. Nagyon nem. Oké. Nagyon nem. Hú, Misi, ez nagyon izgi volt, amit elmondtam. Egy picit betekintést kaptunk, igen? Igen. Ugyanakkor annyi van, hogy valóban a mostani időben már nagyon vizsgálják azt, hogy mennyire vagyunk aluszékonyak, nem aluszékonyak, tehát külön vizsgálatok vannak erre. Keményebbek lettek az orvosi feltételek, a vizsgálatok, meg a berendezés is már másabb, újabb, korszerűbb. Mondom, ez még a 20 éve volt már. Aha. Misi, hát köszi, hogy elmondtad. Izgalmas volt a történet. Köszönjük szépen. Örülök, hogy beszéltünk, Gabi, és utólag boldog szülnap. Nagyon köszönöm, kedves vagy. Köszönöm szépen. Szia! Szia! Szia, szia! Na, angolt korrepetáltam egy kisrácnak. Egyszer ebéd után volt óránk. Adtam neki egy feladatot, majd hosszúkat pislogtam, és ráborultam az íróasztalra, néhány perc múlva arra ébredtem, hogy a srác vigyorogva néz engem. Örült a kis szünetnek. Úgy tudom, nem mondta el a szüleinek, továbbra is taníthattam, üzeni Krisz. Ez is helyes. Helyes. Hangcsapdázunk. Így van egy hangunk. Aki? Én olyan mutatom, persze. Túlnak a ban dinamot. Az elátod, mint próbálna, felteszi az egyet, ez a fazvetét. Mindig öt világvadász, mert van, és éven át vannak és élő meg. Ó, de nehezet adtunk ezért a páros belépőért, ugye a Bocskor 6X születésnapi eseményre, ami május 22-én lesz a Kongresszusi Központban. Így van, akkor hívjatok, ha meg felismertétek, 0620-22-22-122. 9 óra 11 perc, jó reggel, szevasztok, drága hallgatók, itt van Laci. Jó reggelt kívánok. És Gyuri. Jó reggelt, hello. És Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, hát bealvó sztori rengeteg jött még, gyerekek, de van egy balesetünk, az ötös úton Balástja után Szeged felé rendőrség kint teljes útzár, Tomasz. Köszönjük szépen, igen, a 150-es kilométernél három autó ütközött össze. Na, tessék, aztán elalvás sztori kamionnal. Éjszakai árutérítést végeztem, és Orosházáról úgy mentem át Hódmezővásárhelyre, hogy nem emlékeztem rá. Egyik boltos asszonyka ébresztett 4 óra után, mert a bolt előtti kereszteződésben indexelve aludtam. Robi. Ez életveszély, ez nagyon para. Nem lehet, hogy félrehúzódott, és úgy indexelve? Hát de nem is emlékezett rá, tehát ez nem volt túl. Hát az, hogy filmszakadás van, az egy másik dolog, de addig még azért cselekvőképes volt, csak nem emlékezett. Nem tudom, én is csak találgatok. Sziasztok, bocsi, a tegnapi élő adáshoz neked is kellett volna ébren tartó pedál, kérdezi Laci. Laci, nem volt tegnap élő adás, de örülök, hogy úgy tűnt. Hát biztos, hogy kellett volna, hát nem voltam tegnap ember. Jaj, Istenem. És sziasztok, mellettem az oktatóm aludt el egy jó 20 percre, amikor jogosítványt csináltam. Hát ha vizsgál, akkor... Na, ez már a bizalom jele, ha az oktatód elszundikál. Ez teljesen. Na jó van, ami drága barátunk, remélem, hogy ő is jól van, ő is hazaérkezett, vannak szép fotóim róla. Jöjjön a vokci! A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor. Jó reggelt, Vokcika! Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok! Szia! Jól vagy? Jól, igen. Minden persze. Rendben van? Minden rendben. Oké. Okay. Jó. Nem mondok többet. Mi a publikus, mi nem, de jól. Igen, az igaz. Semmi nem publikus. Jó, semmi. Akkor jól vagy. Miről beszélsz. Okay. Na. Igen. Lényeg. De mivel kezdjem? Tojásfestéssel vagy pekándióval? Nem tudom, mennyire mániád a pekándió. Nagyon mániám. Most is van nálam. Hát a Giuseppe hozott nekem, tudod, a nagy garázsbarátom. Uh-huh. Ő nekem hoz Olaszországból, minden hetenként jár ki, és hoz nekem mindent.
És hogy így ez zacskóból kínálgat, és az zádba teszi? Vagy hogy? Tehát hogy ez a garázs előtt? Ez hogy... Nem, hát amikor már fekszem a papától, a dompapától, akkor beleönti a zádba a pekándiót, és akkor felülök és lampionozunk. Na, a lényeg az, hogy... Bocs, mi? Mi az a lampionozás? Égő lampionokat szoktunk elengedni a garázsonon, és néha fölgyújtjuk vele az egészet. Ja, igen. Ez és a... letagadjuk a kezünkben az égő lámpással. Na, a lényeg az, hogy ez egy ilyen rendszeres szórakozás. A lényeg az, hogy ő hozott pekándiót nekem, és a lényeg az, hogy ő ültetett is, tehát ezekből az acskóból kivett diókat elültette, és akkor mondtam neki, hogy hát abból szar sem lesz, úgyhogy jó tetted. Mennyit ültettél? Hát azt mondjam, 10-15-öt. De hát az nem is héjával van az acskóban. Nem, hát persze, ez pucol van. És erről is azt mondja, már 10, és már 1 méter magasak. Mondom, és mennyi időt eltelt? Hát azt mondja, 3 év. Hát mondom, jó van, még eltelik majd olyan 5-6 év, aztán lehet, hogy lesz rajta termés, de körülbelül negyed akkora lesz, mint ami eredetileg szokott lenni, és nem terem minden évben, tehát teljes az, hogy hú, ez kár, hogy most mondod, mert a bátyámnak is adtam belőle, és ezt csinált egy pekándió ültetvény. Ezekből a magunkból. Hát mondom, árnyékosnak kiváló lesz, és hogy sétánynak. Na, a lényeg, hogy azért szerettem bele, hát egy nagy oka van. Nem támadja meg a diok, burok, fúró légy. Tehát ez emiatt tényleg baromi jó, és Magyarországon is lehet termeszteni. Vagy tudjuk, Dél-Amerikából származik, már az indiánok ott, ha majd mondhatom ezt, hogy indiánok ott rohangáltak közöttük. Nálam mondhatod. Aztán, jó, és akkor az 1800-as évektől kezdve már Európában is volt előtte a jégkorszak, előtte Európa, de mindegy, a lényeg az, hogy most már ezt nálunk is lehet termeszteni, semmilyen betegség nem támadja meg. Hát a jégkorszak az a film, hogy hívják? A jégkorszak az a címe? Ott is egy pekándióért harcoltak végig, nem? Na, így van az a kis szörnyecske, igen, a geszti hangján. Na, Gyuri, szerinted hány SMS-en, hogy nem pekándió volt? Jó, persze. Szerintem rekord. Na, persze. Rekord. Jó, hogy bedobtad, megint lezuhan az SMS a földig. Na, szóval a lényeg az, hogy egyébként ízre, mindenre tök, olyan, mint a mi diónk, tehát amit itt, itthon termesztünk. Nem igaz, nem igaz. De, hát itt van előttem 2 különböző, és egyszerűen a csukott szemmel a számba. Mi diónknak van egy ilyen picit fanyar, talán egy picit ilyen kesernyés íze is. De igen, ez pekándiónak édes, semmi. Igen, az édeskésebb. Igen, ez kicsit édeskésebb. Talán még azt is mondhatnám, hogy én most ezt jobban szeretem. Talán azért, mert Olaszországba hozták meg ajándék, meg stb. Értelem. Meg ez egész lampionozása a haveroddal, igen. Így van, persze, van, igen, járulnak hozzá még pozitív élmények is, így van. Na, de a lényeg az, hogy nem agról ne termesztetek. Egyébként ez vonatkozik a többi gyümölcsfára is, tehát hogyha te frankó gyümölcsöt akarsz, ugyanolyat, amit szeret, és ugyanolyat a látszakon, nem magról neveld, de leszed a magot, ugye abban benne vannak a szülők, az összes rokonnak az örökítő anyaga, és abból aztán lehet, hogy hogy a gyerekeknél, ugye hát a gyerekeink hasonlítanak ránk valamennyit, ugye legfeljebb 2% a tulajdonságban kívülről manifestálódik, tehát ennyire hasonlítunk csak vagy a gyerekek ránk, de hát igazán azt akkor is, hogy például teszem, azt van 5 gyereked, és abban 3 ronda, akkor az már ugye valami gyanít a dologban, hogy mondjad? Nem, helyeseltem, ezt mondtam. Ja, és azért van egy gyerek, az jó sikerült. Igen. Így van, én ugyanígy vagyok ezzel. Persze, nem rizikozunk. Na és a lényeg az, hogy a növényeknél nem így van, mert a növényeknél, tehát hogyha te magadról egy ugyanolyat akarsz csinálni, akkor klónoznod kell, tehát a anyutól kérsz egy petesejtet, kiveszed a közepét, az ő örökítő anyagát, a te testi sejtednek az örökítő anyagát, de ez tudti, hogy pont olyan lesz, mint te. Na most a növényeknél ugyanez van. Ha azt akarod, hogy tuti ugyanolyan legyen, mint te, a tulajdonságai ugyanazok legyenek, akkor vegyél el róla egy ágat, egy hajtást, és azt vagy gyökereszteted, vagy annak beoltod egy másik növénynek, ami frankon bírja a talaj alatti viszonyokat, abba beleoltod, és akkor tuti, hogy ez egy úgynevezett vegetatív szaporodási mód, de tulajdonképpen ez egy klónozás a növényeknél. Sajnos az embernél nem lehet megcsinálni, ugye, mert akkor igazán azt akarom, hogy pont olyan legyen a gyerekem, mint ég, elég lenne, hogy levágnám a kis ujjamat egy japán szertartás következtében, belenyomom egy cseré földbe, és abból, ami kihajt, az tuti, hogy olyan gyerek lesz, mint amilyen én voltam. Ez még nálunk nem működik, de majd eljön ez a korszak is. Na, de most, bocs, te azoknak monologizálsz most ilyen hosszan, akik szeretnének pekándiót ültetni? Igen. Okay. Tehát jó, ne, folytas, sokan vagyunk. Igen, most próbáltam kedvet csinálni. Igen. Tehát tulajdonképpen
csemetét vegyél, mert az biztos, hogy olyan tulajdonsággal rendelkezik, aminek bő termése lesz, és nem lesz fogékony a betegségekre. Mindenre fel lehet használni a pekándiót, amire egy normál diót, de még többre is, mert Laci azt hiszem múltkor mondta, hogy kitűnő amerikai pitét szoktak belősütni, és a többi, és a többi. Tehát én azt mondom, de tényleg ami miatt, hogy Magyarországon ez a diókburok fúró légy, ez borzalmasan szétverte az összes diótermésünket, én évek óta szenvedek tőle. Tehát emiatt mondom, azt csináltam, hogy fogtam, és én csemetét rendelek, és magról nem nevelek többet a büdös életben semmilyen fát, ugye ott vannak a citromfáim, tizenvalahány évesek. Magról, Jézusom! Igen, és gyönyörű szépek, de egy darab citrom nincs rajta. És most jöttem rá a pekándió kapcsán, hogy én annak idején Békés Csabán egy piaci vásáron vettem öklöm nagyságú régi magyar, valami nem tudom milyen diót, ilyen óriás diót, azt is nevelem 10 éve, és egy rohadt dió nincs rajta, hogy a franc egyemek, hogy idén emiatt, hogy erre én rájöttem, szépen kivágom, és ültetek helyette pekándiót. Még annyit elmondok a pekándióról, hogy érdemes párban ültetni, mert szélporoszta, ráadásul váltivarú, tehát kétféle virág vannak, hímnős, és mivel szélporoszta, ha egy fád van, csak úgy mondom, a szélporoszta egy fád van, ha jobbról fúj a szél, akkor a virágport balra viszi el, és ha ott nincs fa, akkor kész kampó. Tehát jobb a törődés belőle. Hát akkor úgy kell, hogy egy hímfát, és jobbra-balra tőle egy-egy nőstényfát. Nem, hímnősfa ez, tehát, hogy mi, egy fán van, most már összezavarsz, a szélporosztán is majdnem megakadtam, de azt még értem. A lényeg az, jó, most ezt nem mondom el, de az a lényeg, a váltivarú virág azt jelenti, hogy egy fán van fiúvirág, meg lányvirág, ez egy fán van. Amiről te beszélsz, az a két laki, amikor egyik növényen csak női virág van, a másik növényen meg csak fiúvirág. Nem, itt van fiúvirág is, meg nő is virág egy helyen, csak akkor, mikor fújja, ez amikor nem találsz bele a micsodáddal a micsodába, érted? Hogy ne, a szél viszi. Múltkor erről már beszéltem. A szél viszi akkor. Ehhez kell a béhecske, érted, David? Ó, ő bevezet. Igen. Tehát a szélporoszta vagy, akkor ne legyen távol tőled a hölgy. Mert mellé megy. Ezt a szelest még nem próbáltam, de jó. Szélirányba kell állni, kész. Na, ugorjunk már át a tojásfestésre. Léci, igen. Mert ez izé, hát persze agráriumban szerzett növényekből bármilyen szint elő tud célni. Most nem akarom mondani, ugye, hogy ne fessünk vegyi anyagokkal, mert ez beszifúdik a tojási jelbe. A Gyuri ma annyira lehordott engem, mert én vettem, annyira boldog voltam, hogy évek után újra kaptam az én szupermarketemben festett, főtt húsvéti tojást. Igazit. Ez de undorító. Iszonyat drága. Egy vagyonért vette, János. 1390-ért 6 tojást. Nem, ez olyan, amikor ott feldíszített fát rendelsz oda. Izé, tudom. Most ne haragudj rá, de annyira szép, piros, meg de kék. Igen, de nem ez a lényeg, hogy szép vagy akármi, hanem együtt csináljuk, ez a frankó, érted? Tehát összehozza a családot piszkosul. Majd mondok egy-két trükköt. Ezt a nők szokták csinálni. Nekem de annyi mindent csinálok, én kalácsot csinálok a lányom, minden, de ez a festünk tojást, ez nem férfi munkana. De nem férfi munka persze, de ott kell lenne diszogatni, ötleteit támadni. Általában egy csomó ötletet támad, amit eszébe nem jut, mert a lányok azok általában tradicionális dolgokat használnak fel, de te meg, mint én, vagy én elmegyek egy ilyen koszorúkütő izére, női összejövet erre, mert szeretek ott lenni közöttük. Én nekem vannak a legjobb ötleteim, érted? Mert olyanokat mondok, ami eszükben sem jutna, mert ők teljesen tradicionális módon csinálják. Na, a lényeg az, hogy főzőlevet, vagy izért a színezőlevet készítesz. Az a lényeg, hogy minden, amit felhasználsz, azt ebbe főzni kell legalább fél óráig a színezőlőt összefőzni, és legalább két evőkanál ecetet hozzáteszel, ez a fixáló. És a lényeg az, hogy mondom gyorsan, milyen színű tojásokat csinálok? Jó, igen. Tehát azt mondod, vörös káposztából tessék, szerinted miért tudsz csinálni? Vörös. Nem, kéket. Na. Kéket? Oh. Kéket tudsz csinálni belőle. A lényeg az itt is, hogy legyen a főzőlébe ecet, és legalább egy fél napig, vagy akár egy egész nap. Minél sötétebbre akarod, annál tovább egy napig benne hagyod a főzőlében a tojást. Amit persze megfőztél előtte, ugye azt a tojást melegen és főve kell beletenni. De aztán, hogy csinálok a káposztából festéket? Hát úgy, hogy főzöd a káposztának, ja, nekem nem főztél még káposztát, fölvagdosod a levelét, a próbra vagy mit tudom én, akármire, és beleteszed a... És ez kiadja le a festékanyagot. Fél óráig főzöd, igen, leszűröd, és akkor ecetet adsz hozzá, ez a főzőlének. Én láttam már ilyen természetesen festett tojás, az nagyon gáz.
Nem, hidd el, hogy gyönyörű, szép, nagyon szép bűzés. Olyan, nem olyan, de nem olyan, mint az én ipari tojás, amit most vettem. Az ipari tojás. Az olyan kék, érted, mint a tengerésznek az egyenruhája, olyan kék. Na igen, ezt ismerem, olyan kék és olyan zöld, ami a természetben van, olyan sehol nem találsz. De nem is a célom, ezért hogy nem olyan fád például... legyen, mint a természet. Én azt gondolom, hogy rikicsom, mint Las Vegas. Igen, tehát, igen. Tehát az a kamuflázs az, amit ugye azonnal észreveszünk a természetben, valamint a kertekben az a zöld háló, ugye, ami semmilyen természetes zöldre nem hasonlít, nem tudom, hogy állítják elő. Aztán itt van a vörös hagymát, hagyjuk, azt mindenki tudja, sötét barna tea kávé, nagyon szépek lesznek egyébként, aztán céklaléből lilát tudsz csinálni, narancssárgát tudsz, vagy téglaszínűt csinálni, piros paprikából például. Komolyan. Aztán csipkebogyóból gyönyörű szép rózsaszínt lehet, tojást lehet csinálni, zöld színű tojást spenótból, de itt jön a trükk, hogy lehet keverni a színeket ugyanúgy, mint a színkeverésnél, hogy te például egy kurkumás lét összekeversz lila káposzta lelével, akkor szintén tudsz zöld, tehát össze tudsz hozni kevert színeket is, akkor abból is tudsz zöld tojást csinálni, sárgát tudsz csinálni kurkumából és köriből, tehát mondom, bármilyen színt, bármilyen növény színező anyagból elő lehet állítani, meg kell főzni a lét, ecettel rögzíteni, és utána belemártani a... De akkor órákig áll vagy, nem? Igen. Tojást. Igen, és utána benne, hogy amilyen mély szint akarsz, annál tovább hagyod. Ez jó, mert 12 fazéknál többet nem kell mosogatni a végén. És mindig nem, lesz a barátom, ezt nem körbe. Úgy csinálják, ezt úgy csinálják, hogy különböző ilyen tejfölös flakonokat, amik szoktak lenni normál háztartásban, elmosva, meg, tehát az eltevő embereknél vannak ezek a, mit tudom én, margarinos dobozok, meg ilyesmi, ezekbe szépen ki lehet. Mondom, ez egy nagyon jó családi összevetel, de hát jó, hát nektek ezt nem, majd előbb-utóbb rájöttök, hogy mi a fontos az életben. És utána tudom rátenni a nyuszis matricát? Igen. Utána azzal, egyébként azt elmondom, hogy mind ezeket, bármelyiket, hogyha harisnyába csomagolod, vagy nem is tudom, tudod, ez a kicsi boltokban szoktak ezt a cipőpróbánál ezeket a harisnyazoknikat adni. Igen. Tehát a ilyenbe belecsomagolod, fölül összegumizod, és alá teszel a tojás és a harisnya közé kis leveleket, akár ilyen petrezselyem levelet, akármit oda teszel, akkor ott nem fogja meg a festék, és állati jó mintát. Ja, értem. Aha, és akkor mintás. Igen. Na, és akkor a jön egy... A filctól tilos? Nem, filctól nem tilos, piszok jó, ne filctolat használja a díszítéshez, hanem projektort, mármint, hogy alkohol is filcet használj, de jó, hogy mondod a filctolat, mert egy Ildikó nevű rajongónk az annál attól tanultam én egy piszok jót. Ami úgy néz, is vetted. Fogsz egy papírt, igen, nagyon megtetszett, el is vettem. Jártam be a kertemben, igen, látom, hogy az Ildikó a következőt csinálta, egy papírtől törölközőre, nem projektorral, ez egy rendes, olcsó filccel csíkokat húzol, érted? Mindenféle hosszú izékat, középen ilyen csíkokat, négyzet alakban, bepöttyözöd, mit tudom én, össze-vissza mindenféle üzét, össze-vissza kened a filctollal, csíkokkal, kocka, amit akarsz. Utána beleteszed a főtt tojást, összezárod egy batyúvá, fönt megkötözöd, vagy egy űzé befőttes gumival össze, és belemártod sima, langyos ecetes vízbe, egy pohárban. Ezt kihúzod, ezt a kis batyút, megszárítod, hát valami olyan csoda van, amikor leveszed róla ezt a papírtörit, ez a szivárványos, teljesen hihetetlen minták jönnek ki belőle, és tényleg csak rajongásra tudok róla beszélni, hogy mennyire jó néz ki. De utána jó. Azért ezt elmondom, hogy minden tojás, amikor megvan, ugye letörölgeted, és bekened vagy olívaolajjal, vagy szalon. Én inkább az olívaolajat javaslom, mert nem lesz ilyen füstös, mit tudom, szagadja. Hát van, aki azt is szeret, és az jó. És én kitaláltam egy piszokjót, amit idén meg fogunk csinálni, de több betojtok. Ez pedig a jó kívánság, vagy szerencse süti mintájára én egy úgynevezett, a TT találtam ki a titok tojást. Vagy mondhatnám azt, hogy gyónó tojás. Fogod a tojást, kifúrod a két felét, kifújod belőle a tojást, utána egy
pici papírra ráírod azt a titkodat, amit most még, hogy ne kurd el, ne rosd el az ünnepet, az húsvét ünnepet, azért berísz valami kis ízét, egy kis, tudod, titkot. Hát igen, hogy megcsaltalak, vagy valami ízét. Valami helyesen. No! Végül ünnepi. Nem jutott eszembe más, mi van. Hát titok és gyónásnál kénytelen, hogy ezt beleírjuk. Csak reménykedj, hogy nem te fogod feltörni, hanem a igen, nem, a kisfiad. Nehogy az ünnep rommá menjen, érted? Ezt bele dugod a kis lyukon keresztül, utána befestett, stb. És ezt a tojást nem szabad feltörni az ünnepek alatt, hanem te mondod meg, hogy mikor lehet majd feltörni ezt a kis üres tojást. 30 év múlva. Az a kis titkod, érted? Lehet, hogy soha. De érted, az is milyen izgalom, hogy ott van fönn a polcon az a tojás, gyönyörű, szép, stb. De hát, hogy a párom nem töri fel 30 évig a megcsallak tojást? Az... Igen. Igen. Az a bizalom. Ehhez ez egy szép kapcsolat, mert akkor igen, van bizalom. És tudsz kuncogni, mert 30 éve bevallottam, csak ott van fenn a polcon. Igen. Hidd el, hogy ez jó érzés, hogy te tudod, hogy nincs lelkismert futulásod, hiszen elmondtam neki, illetve ott van, érted? És a párodnak is egy jó kis játék ez, hogy hát nem töröm fel. Tehát lehet róla beszélgetni, tehát hogy tudod, ültök ott uncsi, már elmúlt húsvét, tél, karácsony van, most már ne tör, karácsony ne tör, most meg azt rontjuk el. De érted? Egy idő múlva lehet, hogy hát nem muszáj ronda üzeneteket beleírni, lehet, de hát a gyónás az ugye azt jelenti, hogy valamit elkövettem, amit nem kellett volna, és én ezt most bevallom töredelmesen, ez a gyónás. A te gyónás cetlid, Anett, milyen betűvel kezdődne? M-mel, mint megcsalás? Nem. A, mint átsztalak? Nem. Nem? Hát nem most ezen gondolkodtam. T, mint tripperem van? H-val. H? Honor gonorrea? Figyelj, de akkor már nem mindig, akkor már nem érdemes a tojást később feltörni, mert ez sokkal hamarabb kiderülne. De úgy, hogy a gonorreádat én tőlem kaptad, az már más. Nem attól, akivel megcsaltak. Igen, tudod, mikor feltörni a tojást, ott van a Gergő, hogy megcsaltalak. Húha! Akkor a gonorrád mégsem tőlem kaptad, úgyhogy ne tört fel. Most nem Gergő a párja, most már Csabi, de mindegy, ez is egy jó, külön tojás. Neki is van. Azért mondtam, hogy a Csabitól nem akartam, hogy most konfliktusba keveredjenek össze. Én még a régi Gergő tojásról. Na újra értelmet kapott a húsvét. Köszönjük szépen, jó, János. Igen. Na. Hány gonorrá cetli fog most bekerülni tojáshéjakba? Próbáljátok ki, állat. Így van. Hokcika, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Pénteken nem, mert ugye nagy péntek van, akkor áldott húsvéri ünnepeket kívánok neked és családodnak teljes szívből. Hasonló jókat én is nektek és mindenkinek. Csőkutya! Csőkutya, sziasztok! Hello. Azért kíváncsi lennék, Anett, ezt a bizalom tojást meddig nem törné fel, hogyha ott lenne a szekrény. Azonnal. Április elsőjéig. Azonnal. Na jó van, köszönjük Vokcinak. Ezek jó ötletek voltak, nagyon. Ezek a színezős történetek. Én csak ezt a hagymást ismertem. Szuper. Mit? Szuper ötletek voltak. Most ezen kattogok. De te ártatlan vagy, tehát bármit belegyömöszölhet gyónásként. De hogyha kapnék egy olyat, hogy mondjuk valaki gyömöszölt bele valamit, akkor tényleg nem bírnám ki, hogy most 30 év. De miért nem, és miért nem a bizalom, miért nem a hit, miért nem a titoknak a sejtelmes csiklandozása, mert az, ami jobb. Mert ez gyónás tojás. És, igen. És akkor ott tudom, hogy valami történt. Na de most is benne van. Most is, persze. Az emberben benne van, persze. De akkor átkerül egy tojásba. Miért? Igen, de akkor az ilyen kézenfogható lett. De akkor miért nem folytogatod most? Vald be. Egyből mit írnál a gyónás tojásba? Gyónás tojás. Vezess be most húsvétkor ezt. Nem, hát ez még nagyon friss. Anel, még dolgozunk kell, Anette, még teljesen benne van ez a bizonytalanság. Jó, a mai nap legjobb pillanatai következnek. Ezek a márkanevekből lett köznevek, amiket már úgy használunk, hogy nem is emlékszünk rá, hogy például a Szilvia az mi is, és közben egy papírtörlő, ezekből szedtünk össze jó néhányat.